Hali, hali, szevasztok! Hopp, hopp, hopp! Szevasztok, srácok! Várunk még egy kicsit. Közben puskázok. Azt mondja, hogy tegnap Czernik Dani kettest horgászott, ma pedig az egyes helyről folytatja a versenyt. És azt mondták eddig, hogy minden halaka, vagy minden dobása hal volt. Úgyhogy nem állt annyira rosszul, bár nem túl nagyok, azt mondja, hogy elég kicsik a halai. Itt vagyok, szevasztok! Szóval Czernik Dani az egyesen horgászik, tegnap egy kettest, ma hogyha sikerülne megtartania legalább azt a pozíciót, akkor nem lenne olyan rossz. Azt mondja, hogy nézzük, kikkel van egy szektorban, esetleg játékba jöttnek. Hát itt van ugye Látó Boti ebben a szektorban, és így egy kicsit nehezíti a dolgokat. Látó Boti tegnap egyest horgászott. Hát igen. Hello, hello, szia Józsi, szevasztok, üdv mindenkinek, köszönjük az ajándékokat, nagyon királyok vagytok. Úgyhogy érdekes. Én ahogy végigjöttem a pályán, mert most azért jöttem el egész a végéig, mert itt az egyestől akartam indulni, ahogy végigjöttem a pályán, azt láttam, hogy azért elég sok helyen fogdossák a halakat. Gecse Béla épp egy olyan szép 8 kilós körült akasztott, nagyon szép volt. Bozsik Gábornak annyira nem jött be még a mai nap, ő a kettesen ül, de megvárjuk ezt a halat itt a Daninál. Lássuk, milyen halakat tud akasztani. Köszönjük az ajándékokat, nagyon király vagy, Imi. Mindjárt kifuttatjék nekem a dolgokat. Na, először az volt, hogy talán átmegyek Palotavárosra is, de nem mentem át végül, mert itt úgy néz ki, hogy szükség lesz rám majd a mérlegedés környékén. Úgyhogy majd segíteni fogok itt egy picit a srácoknak. Na, Danikám az előző dobása nem volt a legjobb, leszakadt a dobóerőkéje. És ráadásul ugye az egyes hely, azt tudjuk, hogy mindig kiszámíthatatlan, nem mindig jön be. Tegnap a Somogyi Dávid itt egy hármas tudott csak horgászni ezen a helyen. Már reméljük, Daninak azért egy kicsit talán jobb lesz. Hát én örülnék neki, hogyha mondjuk Dani bekerülne a középdöntőbe. Nagyon ügyes horgász. Ebben az évben szerintem nem nagyon volt olyan, hogy eredménytelenül menjen haza tőlünk. Úgyhogy itt volt minden felkészítő versenyen is. Na, sajnos nem tudok közelebb menni, mert kerítés mögül kell. Az nem tudom ki volt, de mindjárt kitiltalak. Nem megyek be. Szóval Junior. Olyan 3-4 kiló körüli. Nem baj, hagyj jöjjön. Na, megyünk tovább. Bozsik Gabi az előbb egy keszeget akasztott, nagyon nem megy neki ma. Tegnap egy láb alatti pecával mentett, nagyon jót. Láb alól hozott ilyen 10 kilósakat, 8 kilósakat, nagyon szép volt. Bár ugye tudjuk, hogy ezen a tavon nincsen hal, csak 140 méteren. Neki azért összejött láb alatt is. Igaz, hogy az ötössel, amit tegnap horgászott, azzal már labdában nem rúg ma. Nézzük, Hankó Zoli, Huszár Attila, amúgy a hármason, Huszár Ati. Mindjárt nézem, hogy ő mit horgászott tegnap. Azt mondja, hogy Huszár Attila szintén ötöst horgászott, tehát neki is lefőtt a kávé. Hankó Zoli ül a négyesen.
négyest horgászott. Hát jó pecát neked, Zolikám, aztán. Zoli, látom, konkurszal operál, 4-20-assal. Hello, hello, szevasztok! Bent a mixeset, meg látjuk, elmegyünk arra felé. Egyelőre én úgy tudom, hogy látóboti azért nem áll rosszul. Azt hiszem, 5 hala volt, mikor eljöttem mögötte. Tehát ő azért egész jól áll, de aztán majd meglátjuk, mert megyünk majd arra visszafele. Somogyi is ugye bele kell, hogy húzzon, mert neki ma már csak egy 1-es elfogadható. És még mindig az lesz, hogy mi lesz a súly. Nagy merítő. Gratula! Gondolod? Dani se nagyon tudott nagyobbat fogni. Na, megyünk tovább, nézzük akkor, kik vannak még itt. Ebben a szektorban azt mondja, hogy Komács Kálmán Pál úr, ő Hankó Zoli mellett, nála is volt hal, éppen mérlegelés zajlott, amikor itt elmentem mögötte. A következő versenyzőnk Csipes Ádám, Ádi, ha jól tudom, igen, tegnap egy 7-est horgászott, ma már csak szépíteni tud. Ádám, és látjuk, hogy éppen bele is akadt valamibe. Közben mutatom, hogy ott kint folyik a megbeszélés, a Rafael Kristóf és Látó Boti éppen megdumálják azt, hogy mit és hogyan és merre. Visszajövünk Csipes Ádámhoz, két szektorban. Ádám a 7-essel már nem megy a rúglabdába, az biztos. Sótki Béla 1-est horgászott tegnap, és amikor eljöttem mögötte, akkor egy hala volt. Illetve akkor volt az első kapása, bocsánat. Szóval nem is a legjobb pozícióba ül. Még itt bármi lehet. Messze van még az. Hello, hello, szevasztok! Üdvözlet mindenkinek! Adja fel. Egy fő viszont feladta a mai versenyt, ma már csak 39-en jelentek meg itt Török Bálinton. Gondolom, hogy szankció lesz érvényesítve. Mégpedig keresem a nevet. Fábus Gábor. Tegnap egy 10-es forgászat, ma már nem jelent meg. Hello, szevasztok! Üdvözlet nektek! Kicsit fúj a szél, kicsit nem a legjobb a hang. Kicsit közelebb rakom a mikrofont a számhoz, hát ha úgy még hallotok. Gyönyörű szép hal. Na, Ádi. Azaz. Gratula! Zsótér Péter, ő már csinált nálunk tó egyet. Hogy áll? Az mit jelent? Nincs még hala? Jó Isten, áldja meg! Török Bálinton vagyunk, országos bajnokság. Ez a 9. országos bajnokság, Method Fader, és most már az a hivatalos neve, hogy Freestyle Method Fader. Boti és Kristóf beszélik meg a dolgokat.
Mi a helyzet, srácok? Minden oké? Okay. 6 pont. 6 pont egy káráz. Tani is szedegeti szépen ott az egyesen, csak kicsik. Hát nem jönnek jó súlyok. Neked vannak szépek? Zsákos? Na, az jó, az jó. Tavaly is itt ültél, nem? Második fordulóban? Egyel odébb. Igen, tavaly itt nagy meccs ment. Na hajrá akkor, hajrá Boti, jönnek itt a izék. És itt van még egy Boti. Szakács Boti, meg lett a hal. Szereléket. Ja, másik szereléket fogott meg? Ja, nem a halat fogta meg, aha, értem. Jó, hát úgy nehéz halat fogni. Úgy nehéz halat fogni. Hajrá Boti! Hajrá Boti! Na, menjünk tovább. Ugye, hogy vagyunk, azt mondja, talán itt volt a szektor széle. Nem? Hajzuk Marcel! Gyerekek, egy 14 éves srácról beszélgetünk, aki beült a 9. Metódféter országos bajnokságra. Odafigyeltek, mondom, 14 éves. Fiatal kölyök. Hát valami hihetetlen. Ifi mixes? Nem Mifi mixes, jó? Oké, rendben. De még lehet? És szerel, és dobó elő két köt, és... gyerekek, hihetetlen. Sok sikert neki. Sok sikert neki. Tehát itt volt vége a szektornak. 14 évesen beül fiatal gyerekek, nagyobb bobot kétszer, mint ők, és ügyes, ügyes. Ocsos Károly. Igen, hát keresztnél keszegek voltak, nem nagyon adta ki a lépést. Somogyi Dávid tegnap egy hármast horgászott, ma pedig a 12-es helyről folytatja a versenyt. Ma csak egy egyes elfogadható számára. Különben lefő a kávé itt is, és akkor lehet gondolkodni, hogy hogyan tovább. Úgyhogy nem egyszerű a pite. Tegnap az egyesen horgászott, az A1-en, kiemelt helyen. Onnan egy hármas sikerült neki össze fogdosnia. Van egy pár konkurszbotja, hogy látom. 1, 2, 3, 4, 5, hát igen, 6. Majd elmegyünk Andris felé is, megnézzük őt is, hogy mi újság. Hát igen, ez a 9. Metódféder országos bajnokság, a tavalyiból kiindulva, mert tavaly voltak itt problémák, a bójázás véget, most idén azért se bójáztak le. Talán tavaly se kellett volna, és akkor mindenki tudta volna az irányt. Látóbot itt meglestük az előbb, lemaradtál. Zsótér Petinek hogy alakul a mai napja? Hát nem a legjobban, ő is ugye ebben a szektorban van, egyelőre még nincs hala. Dávidnak ez hanyadik? 8. Az szép. És az akkor lett volna érdekes, hogy egy szektorba kerül a Botival. Igen. Most is fogják folyamatosan, de kicsik. Ugye, hogy vágom a külföldit? Látod? Raffel Kristóf itt elő is elismerően bólogatott. Tudom még románul, de most nincsenek románok. Aztán nézzük.
56-an. Azt a jó kis hal lesz. És a négyessel szerinted? Négy pont átlagos. Az a biztos vagy. Hát nem olyan biztos, hogy lesz 4-4 pontos. Azzal nem szerintem biztos. Vagy mit tudom én, lesz 2-3 pontos, hát, meg 4-4 pontos. Ez úgy lesz. Igen? Ha. Jó. De jó hal. Jó Isten, zsákos. Frodo! Frodo! Gratula! Oszta! Dávidnak nagyon dolgoznia kell ma, hogy vissza tudja magát küzdeni az elitbe. Nyilván ez az elsődleges célja. De egész jól is áll hozzá. Megyünk tovább. Aztán Gulyás László úr, üdvözlet, szép napot, hogy állunk? Kemény? Ez kemény? Na ez a hely maradt ki, akkor a Fábus úr helye kimaradt, nem ért ide ma. Ami nem is olyan baj, még legalább nem jönnek annyira egymás mellett. Béla látom megint fáraszt, Sócki Béla tegnap egyest horgászott. Hát itt a srácok nagyon nagy harcba lesznek, mert Mikola Levi is jót horgászott tegnap. És így azért már egy kicsit neccesebb a sztori. Ráadásul, hogy együtt vannak a Somogyi Dáviddal is, ami megint csak nem könnyíti meg a dolgokat. Bélának elment a hala. Jövünk át Mikola Levihez. Mikor a Levi sem áll olyan rosszul. Szanka Peti hogy áll? Nem tudom. Szanka Peti még odébb van. Hozzá még bemértem el. De nem hiszem, hogy nagyokat rúg a labdába. Közben a Jardit jelezte, hogy itt vannak. Köszönjük a lájkokat, köszönjük az ajándékokat, köszönjük, hogy itt vagytok. Mikola Levi. A Levi on the place. Van, nagyon kemény, itt hárman vagytok ebben a szektorban, akiknek nagyon oda kell tenni. Somogya, Mikoli, Klusócki. Ugye, hogyha a számokat nézzük, akkor Klusóckinak volt meg az esélye arra, hogy a mai napot lehozza. Távolság az nem kicsi Bélánál. Azzal a Féder bottal, ami szintén egy konkursz. Gyerekek, van itt valaki, akinek nem konkursz van? Kemény. Hát igen, 5 továbbjutó hibázni, nagyon kis hiba lehetőségek vannak mindenkinél. Nem egyszerű, az biztos. Ugye most 2x40 fő játszik, mert hogy itt is 40 fő, és Palotavároson is 40 fő, ami azt jelenti 10 továbbjutó, 70 fő felszabadul jövő héttől, úgyhogy lehet jönni versenyezni. Ugye nagyon kemény. Nagyon kemény. Koroncom mikor lesz OB? Nem tudom. Én azt tudom, hogy nekem június 1-én, 2-án lesz Maconkán. És ugye mivel a versenyeket hamarabb lefoglaltuk és hamarabb kiírtam magamnak, így ott lesz 2 verseny is, amit majd a Peti fog levezetni. Ugye Sógi, állandó mérlegesünk, majd keressünk hozzá mérlegelőt, aki majd tud neki segíteni. Köszönjük szépen az ajándékot. Levinek jó hala lesz, úgy érzem. Ő is nagy távolságra operál, különben nem lenne az ujján dobókesztyű. Megvárjuk ezt a halat, és akkor szép lassan elindulunk fölfele. Mázlinak,
Mázdinak, meg a Berec Ákosnak is szurkolunk azért. Ők azért szerintem ők voltak a legtöbbet, akik eltöltöttek itt időt ezen a tavon, főleg így az utóbbi időben. Tehát majd, amikor odaérünk, kiderül, hogy hogy állnak. Ez az idei OB, ez nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ilyen nagyon erőltetett menetbe fog menni. Szinte minden... Meglett az ötödik? Szinte minden héten jön most valamilyen bajnokság. De. Kiskun Majsán is lesz felkészítő, így van, oda is megyünk majd. Ha ez meglett, akkor öt. Ne zavard össze a levit, hallod, nem látom, merítés előtt áll, hallod. Így van, Kiskun Majsán is megyünk egy felkészítőre, de megyünk Dunakeszire is, lesz még kettő felkészítőnk, meg Maconka, hát Maconka nem tudom, hogy miért nem akarjátok be, itt rohadt jó pálya lett, tényleg, sehol egy törpe, rengeteg hal, szóval nem rossz pálya, csak ugye most mindenki taktikázgat még az elején, próbálgatjuk, hogy mit lehet, mit nem, mikor állnak ki a halak. Ilyen amatőr versenyek, nem tudod, lesz-e? Hát ezek mind amatőr versenyek. Attól, hogy felkészítő versenynek hívjuk, gyakorlatilag van szerintem, mit tudom én, 5-10 ember, aki felkészülés véget jön el, a többiek meg azért, mert jól érzik magukat, és szeretnének halat fogni, tehát bármelyik versenyre be lehet nevezni, bármikor nyugodtan lehet jönni. Mikor a Levi? Mikor a Levit látjátok poolfishingben? Igen. Ők itt indulnak 22-be is, ha jól tudom. Boyd is versenyen. Hogy fogom. Vagy valami ilyesmi. Nagyon ügyesek amúgy a srácok. Ez a hal is meglett. Abból a koromból nem nagyon menekül már el. Gratula! Irázi Ádám. A következő játékos. Mikor a levében lehet. Mi a helyzet, Ádi? Hogy áll? Tóth Sanyi. Hello. Komoly háttérrel. Én az Balázs. Mi a helyzet? Nem sok. Hogy áll a Sanyi? Jól áll? Hol lehet így? Súlyba? 24 kiló. A izvi az nagyon viszi. Somogyi. Igen, az nagyon viszi. Nem tudom, 83 talán. Szóval nagyon viszi. Béla az látom még nem nagyon, tehát talán egy hala van Bélának. Gyengusz így. Úgyhogy nagyon erős a sztori. Kemény. Na, haladjunk tovább. Na nézzük, hogy van itt a szektor, mert lassan már elérünk megint egy szektorhatárt. Nem, itt még van két fő. Borbé Balázs Levente, Pecaguru. És szintén egy Pecagurus ott a szankat. Na, figyeljétek a szankát. Hopp, most dobott egyet. 70 méterre. Hogy állnak a srácok? Vannak halak? Vannak, az a lényeg. Zsákos halat sikerült fogni? Na, szuper, akkor az legalább segít valamit, jó van. Nem baj, ha bekavarnak a többieknek. Mi csak örülünk neki, mert akkor attól izgalmasabb a verseny. Szanka Peti, hát megkérdezzük így messziről. Szanka Petit, hogy mi a helyzet? Peti, jól állsz? Kemény. Na, következő szektor. A C szektor. Kapja össze magát bizony. Azt mondja, Gáspár Tomi nyitja a C-szektort. Nála láttam éppen fárasztást, mikor elmentem fölfelé. Háttér nincs mögötte. Szikszal Jati. A pálya egyik legjobb helyén. Nem tudni, hogy áll. Ugye itt minden nap változik, kétszer ugyanonnan nem jön ki győztes. Úgyhogy nehéz így. Őszi Gusztáv úr. A C23-ason. Ő is jött már. Versenyen. Most épp egy kapással,
Ó, Berec Ákos a következő játékos. Berec Ákos, aki tegnap egy 3-ast horgászott, ma egy 1-est kell neki horgászni, hogy játékba maradhasson. Úgyhogy reméljük, hogy megvan neki, reméljük össze. Már ez nagyon olyan keszek forma, nem így szokta fárasztani a halat. És persze kapott egy 1-est maga mellé, Kántai Zolit, aki tegnap 1-est horgászott a 40-es helyen, szektorszélen. Nem tudjuk, hogy áll. Ugye megérdeklődjük itt a srácoktól. Hogy áll a Zoli? Lassan haladunk az olaj. Mennyi hal van? Egy nagy. Egy nagy. Ákos, az fogott egy 6. Hát úgyis keszeg volt, mit idegeskedsz? Keszegre nem morgászol. Persze. Hello. Az. Távolság van. Hal egy. Hajrá, Zoli. Hajrá, hajrá. Menjünk tovább. Vida úrnak tegnap elment a meccs. Ma már csak szórakozásból. A kettes, nézzük, hogy hol ült tegnap a Vida úr. Tegnap az A szektor, elég nehéz szektor volt, mondjuk. Az A szektorban nagyon könnyen föl lehetett volna piszkálni, akár egy 3-ast is. Hát most már itt nem olyan egyszerű. Gerére nem lehet horgászni. Jaja. Szevasz uram, mi a helyzet? Nem szokott tenni segíteni nekik. Kinek? Hát a... Méregeseknek? A... Jó van. Háj. Tóth Attila úr nagyon nem megy a professzor úrnak, jött dohányozni. Át kell gondolni, hogy mit és hogyan, taktikailag. Én is ezt csináltam. Nem az akkor. Igazi. Gondold el, beültem keszeges versenyre, és nem értettem, hogy miért mennek el a keszegeim. Akkorákat bevágtam, hogy csak nem. Érted. Aztán hátra mentem, beültem elmélkedni, láttam, hogy a többi mit csinál, és onnantól elkezdtem fogni a keszeget. Hát. Ez kemény. Igen. Na, Puskás Andrisnál vagyunk. Állandó háttere, Verácska. Itt vagyunk Puskás Andrisnál. Bike Rocco, Peca Guru, meg mit tudom én. Annyi ponzor van, hogy csak na. Most már Magic Megottunk is van. Magic Megott? Ő a fő. Ó, jaj. Nézzük, akkor azt mondja, hogy... Keressük. Puskás Andris. Örömpecám van, jó van. Nézem. Néztem, hogy mit sikerült neki tegnap. Örömpecám van. Köszi, Ati, hajrá, Andris. Geréde nem jött horgászni. Ja, az még az Zolinak szól. Igen, hát nem egyszerű a képlet, az biztos. Lábalá dobál. Ilyetében nem dobott még törött bármikor versenyen lábalá. Jött hal? Keszeg. Érdekes, mert szokott azért jönni. Most már szerintem sok a izé, sok a csapkodás, és sok a mozgás, és nagy a hang, és bár mit tudom én, most már mások a sztori. Mert ilyenkor már azért nem olyan egyszerű a láb alatti peca. Első nap még azt mondom, hogy ott még. A második nap nem annyira szokott működni a dolog. Amúgy meg soha nincs kétszer ugyanonnan győztes. Berec Ákos megint fáraszt a gyerekekkel, ezt kifordulunk egy kicsit oldalra, megmutatjuk az Ákost. Ott van, megint fáraszt, hogyha volt 6 hal, akkor most a 7. van játékban. Andris, pink, nem narancs, pink. Jó, Isten, micsoda dobások. Hát ez nem túl nagy, mennyi? 90-100? Nem nagyon. Jó. Na nézzük, Kupai Krisztián. Mindent elkövetett, hogy bekerüljön Török Bálintra. Ez volt minden vágya, hogy Török Bálinton versenyezhessen az OB-n. Sikerült, itt van.
Kupai Krisztián. Mindjárt nézzük, hogy mit sikerült neki tegnap. Egy hetest. Hát akkor örömködni jött ma már. Örömpeca van. Látom, hogy minimálba rakta össze magát. Van hal, Krisz? 4. Jó halak legalább? Na, az nem rossz. Nem rossz azért. Jó van. Tomati. Ő Kupai Krisztián mellett. Mindjárt nézzük már, hogy hol zár a szektor. Lassan szektorzár lesz. Igen, ő zárja a szektort. A C-szektort. Tomáshoz készül. Kicsit fáj a karja, nem tudja úgy meghúzni, ahogy kell. Tegnap sikerült neki egy 4-est horgászni, és ma nem a legjobb pozícióból próbál javítani. Úgyhogy nem olyan egyszerű a dolog. De volt benne erő. Egy 130-ig. Szép. Mennyi halad van ott is amúgy? 4. Zsákosok legalább? Na, utolsó szektorba lépünk. Figyeld, ott készül a következő live-os. Vég Tomi. Na, itt vagyunk az utolsó szektorban. Utolsó szektor. Nézzük. Duca Zsolti kezdi az utolsó szektort. Duca Zsolt, igen, mondom. Hogy állunk, Zsolti? Közelít próbálunk, jönnek a nagyobb bacska dévének. Kijön a pontról, tegnap sikerült az 1-8 és feleslődött. De... Tegnap hanyas sorgáztál? Akkor örömpece van. Hát akkor jó, van, oké, értem akkor. Hajrá! Gecse Béla úr. 32-es helyen, tegnap neki is elment a verseny, ő ma már nem fogja tudni feltornázni magát, viszont gyönyörű szép halat fogott az előbb is, mikor erre jártam. Ternák Tomi, Ternák Tomika, fű gyerekek, na itt azért még lehet meglepetés, mert hogy Ternák Tomi tegnap 1-est horgászott. Viszont itt ebben a szektorban szerintem megy a legnagyobb harc egymással. Ugye Gecsa Béla a Prestige harcot vív. Ternák Tomi ugye a tegnapi egyese mellé megpróbálja a legjobb eredményt kiharcolni. Talán egy hármas is elég lehet. De ha egyes, az se baj, akkor 2-1-essel dobogó teteje. Szóval nem olyan vészes a dolog. Ugye Tomi azért már néhány versenyt megcsipkedett magának, és nagyon komoly hátterekkel van itt. Ugye itt van a Bogyár Norbi, első számú háttér. Itt van a Fekete Marci, szintén segíti a Tominak a versenyzését. Reméljük, a legjobb eredmény sikerül majd kihúzni. Mennyi hal van amúgy, srácok? 6 hallal vezetik a szektor. De Tominál mennyi van? Tominak ez a 3. Sajnos volt. Zsákos halak? Van. Elment valami? Volt elment? Volt 3 akadás. Úgy néz ki, hogy volt a sorjában, én most ez a második, minden igaz, ami kérdő, egymás után, úgyhogy jó. Nincs még veszve semmi. Csak dél lesz, még lesz 3 óra, 3 hosszú óra. Meg ugye tegnap jót is horgászott, úgyhogy minden esély megvan a továbbítás. Sőt, még bármi. Egy kell odajött. Bogyár Norbi, azért múltkor azért az a 42 kiló keszeggel, édesapa, a jó Isten áldjon meg téged okvetlenül, hallod, mindkét kezedre. Nagyon szép volt. Hány darab keszeg volt az?
80 fölött. 80 fölött, gyerekek! Mi? Vicces mi? Vicces mi? Az jó van. Nagy. Én neked kéne fogok. 5-es, 6-os. Jó van. 6-os inkább. Hát jön, amit innen 5 fél, 6-ok látsz az ott valóságban. Hallod, volt egy olyan, hogy azt hittem 3 fél, azt volt 4-80 van. Szléci, Moldi, nagyon szeretek horgászni. Annyi nyálakat kell fogni. Na, 4975. Gratulatom, mi? A másik elítő fejed? Az a nagy neki. Értem, csak ki van szakadva. Itt vagyunk Mázlinál. Itt zajlik a mérlegelés. Éppen Fétrunk Tomi figyelgeti a pályát. Sziasztok! Kicsit leteszem ide magam, nincs csak. Jaj, gyerekek! Ó, ne tudd meg. Nincs verseny, akkor is sétálgatok, hallod? Már rutinból hal. Nagyon kemény. Köszönjük szépen az ajándékokat. Nagyon királyok vagytok. Mázlinál vagyunk. Hány hala van Mázlinak? Négy. Négy hala. Meg tudjuk nézni a szektorlapot, szabad? Amit így nézegetsz. Na, gyerekek, itt körülbelül, meg tippelgetve, meg fixen vannak itt leírva a súlyok. Nagyjából. Debrecen, nem tudod, hogy mi a súly. Debrecen, arra hátra nem tudom, mi a súly. Jó. Jó lesz ez, Tomos. Ez nem áll rosszul, azért. Nem áll rosszul, Mázli. Neki a kettese mellé gyakorlatilag egyes vagy egy kettes. Tehát ő nagyon nagyot nem hibázhat ma. De az a helyzet, hogy egy egyessel van Ternák Tomika a túloldalon. Itt van Debreceni Ádám, aki azt hiszem kettest horgászott tegnap. Igen, van itt még valaki egyes-kettessel? Nincs más. Hármassal van a látó. Hármassal. Látó Tibiát, neki csak egyes jöhet számításba. Igen, szóval nem egyszerű a képlet. Nem egyszerű a képlet. Nem a legjobb pozíció, azt tudjuk, tehát a szivattyúház mögötti első hely, első, második hely nem a legjobb pozíciók. És nehéz innen megoldani, de talán. Ugye ki kell fordulni kicsit a dobás irány, nem az, amit most láttok pont a kijelzőn, hanem itt egy kicsit el kell dobni jobbra, mert hogy itt a kanyarban vannak a srácok, tehát nem azt tudják horgászni, amit egy hétköznapi percen szoktak. Úgyhogy itt most más a sztori. Csak azért nem lett lebójázom, mert tavaly nagy izé volt a bóják véget, hogy ide bója, oda bója, mit tudom én, akármi. És akkor az úgy döntöttem ahhoz, hogy idén nem bójáz, azért sem. Elmondják az irányt, és amúgy is megoldják. Hozzáteszem amúgy, hogy nálunk soha nem volt probléma a bóják véget, vagy az irány véget, addig, amíg nem lett először lebójázva, onnantól, hogy először lebójáztuk a tavat, onnantól kezdve mindenkinek problémája akadt, hogy miért kell eldobálni jobbra-balra. Nem? De nem így volt? De így volt. Az így volt. Tehát nincs ezen mit izé szépíteni. Úgyhogy én nem tudom. Tehát. De amúgy nagyon egyszerű az egész, tehát nem olyan vészes. Hát ha nem köröd el, számít, hogy a jél a megoldja, mi? Megoldja. Hát majd meglátjuk, megoldja-e. Felzáros fej. Üresbe. Üresbe teker. Üresbe teker, új dobás. Mennyit szokott várni rá most? 5-6-ot, 3-4. Na, sűríti akkor a dobásokat. Nézzük, kik az ellenfelek ebben a szektorban még. Csak hogy haladjunk egy picit. Azt nézzük, utolsó szektor. Azt mondja, hogy Pető Mázli, Halmi Lászlónál tartunk. László, hogy állunk? Na, jó van. Hajrá, hajrá, bonyolítsátok itt a dolgokat. Látó Tibi, tegnap egy hármast horgászott. És most egy üreset teker. Óvatosan kifelé, hogy ne zavarja meg a halakat. Poti.
Poti úr. Mi a helyzet? Három hal, és ezt ilyen lazán így. Azt nézem, hogy... Ja, örömpecán vagy? Örömpecán vagy? Közben Tibi dobáshoz készül. Távolsága nincs probléma. Nagyon kemény. Megyünk tovább. Simák úr! Üdvözlet, üdvözlet! Utolsó szektorban vagyok, D-szektorban. Mi a helyzet, Simi? Van. Van? Hát valami mi van. Tegnap anyast horgáztál? Hagyjuk. Négyest? Hát de nem volt az olyan rossz azért. Nem volt az olyan rossz. Hát figyelj. Ádi barátunk. Nem megyünk még túl közel hozzá. Ő tegnap egy kettest horgászott, ami egyáltalán nem volt rossz az A-szektorban, most pedig a D-be került át. Új távot mér. Nem egyszerű a pite, háttér nélkül. Ügyes, ifi mix, csag. Reméljük Ádinak még azért összejön, tehát neki is azért egy hiba lehetősége lehet, egyes vagy kettes, egyéb eredmény nem elfogadható. És kiírtunk a végéhez, Atomix Team, komoly háttérrel, hello! Szóval komoly háttér van itt az Atomix mögött. Kérem szépen, hogy áll a Dani? Hagyjuk? Van még rajta, hogy dolgozni, de... Hát tudjátok, tapasztalat az az, hogy kétszer ugyanonnan egymást követő nap nem jön ki jó eredmény. Tehát az sajnos... Én már, amikor... Keresnek. Kicsoda. Dehogy is csak. Nem. Ja, viccelek, nem izé. De ez komoly amúgy, tehát azért amikor láttam, hogy Dani mit húzott be, érted, hát gondoltam, hogy mondom, a vizével nem lesz a legjobb. Karcos. Igen. Néztem, nagyon erős a mezőny ráadásul. Szóval. Lehető legjobbat kell megcsipni, amit lehet, még aztán ennyi. Lehető legjobbat kell kihozni belőle. Anyast horgászott tegnap. Hatost? Örömpeca. Elment. Kettes meg. Igen. Hatos között, hogy ilyen. Igen. Láttam, több helyen is előfordult ez. Tegnap nagyon gyorsan lehetett volna lépni, ha egy hal beugrik valahol. Igen, itt az átlagsúlyok, most már ezek az 5-6-7, azért, igen, azok gyorsan meg tudják, inkább a hatos, ugye? Szóval igen, így gyorsan lehet azért a súlyt gyarapítani, hogyha az ember elkap valami jót. Igen. Hát azt tudjuk mi is már, ezt a darabszámok, azok adják magukat. Múltkor leizéltem, le is számoltam, azt hiszem, nem tudom, valamelyik versenyen leszámoltam, 100 fölött volt a mérlegelés csak per darab, tehát 100 fölött mérlegeltünk, ami azt jelenti, hogy mit tudom, volt ahol szákot, volt ahol egy halat, mit tudom én, 100 fölött mérlegeltünk. Na, Poti éppen fáradt, látó Tibinek elment a hala, Poti viszont egy nagyon jó halat kapott ott el a szélén. Megkérdezzük itt az ifi mixest, hogy hogyan. Most látom, hogy lenyugodott kicsit. Ádi, helyzet? Mennyi halad van? Mind mérős volt? Azt a mindenit. Az jó. Az nem rossz. Na, egyes vagy kettes?
Poti bácsi. Megyek visszafelé, igen. Megnézzük, hogy hogy állnak a srácok, mit sikerült nekik fogni. Mennyire lett stabilabb a peca, közben mázli is fáraszt nagy távolságból. Itt ugye ebben a szektorban, a D-szektorban Ternák Tomi, mázli, Látó Tibi és Debreceni Ádi, aki szintén elkapott valamit megint, és megint fáraszt. Az egész pályán van hal, gyerekek. Simi is elkapott valamit. Így gyorsan három fő is fáraszt. Csak jelzem nektek. Kicsit kinagyítottam a képet, nem vagyok ám ilyen közel a versenyzőkhöz. Mutatom, ott is egy fárasztás zajlik ebben, és Ádámnál is egy fárasztás zajlik. Hello, hello, sziasztok, üdv mindenkinek! Itt vagyunk Törökbálinton, metódselejtező, a 9. metódselejtező országos bajnokság. Első két fordulója van ma megrendezve, egyik Palotavároson, másik itt Törökbálinton. Ez live-ban történt. Siminél megvan még a hal. Ádinál megvan még a hal. A Törökbálinti Horgász Park az egy víztározó. Nem is olyan kicsi. Szóval nem is olyan kicsi. 27 hektáros vízről beszélünk, ahol a halak egyre csak nőnek és nőnek, és tényleg itt akárki fog egy komolyabb halat, ott már nagyot tud előre lépni. Ádinak elment a hala. Ádinak elment a hala, és ebből a triumvirátusból simíjen ki, akkor győztesként. Úgy érzem, nála még megvan a hal. Ugye tudni kell, hogy ennek a víztározónak nagyon sok az akadója, nagyon sok akadó van benne. Itt, ott, ott, amit a srácok ilyenkor megtalálnak. Ugye a nagyobb halak azok előszeretettel fekszenek le egy-egy kis törés mögött, és egyre nehezebb őket megfogni, de hát még azt mondom, egyelőre sikerül, és nagyon jó eredmények jönnek ki. Tegnap 1,7 tonna halat fogtak. Tibor. Egyel még jó vagy? Tibor egy hármas. Hát akkor engedd már vissza. Már négyet elengedtem. Hát Megy itt a kommunikáció, igen komolyan. Négyet elengedtem, tegnap nem sikerült. Kettő ment csak el. Ma egy egyest. Szakszuk is bent hagyott már egy két szereléket, majd rávetem a tóra, hogy szedje ki. Olyan, mint a pengét, szedje a
Mi történt itt az elején? Volt valami akadó? Hát nem, nagyon jól úszott ki a hal. Ja, nagyon kiúszott. A szép hal volt, tehát láttam. Az nagyon, hát te, amikor így kapaszkodsz a botba, az nem kicsi. Igen. És ott is elment a hal. Három hal ment el így zsinórba, itt, ott, ott. Hát ekkora távolságok, Attila, ilyen távol, ekkora halaknál szegúr bajnokságon. 16 méter. Vagy bocsánat, 13. Az, hogy ki hova teszi le, 13 méter van per szektor mindenkinek kimérve. Na, hogy állnak a srácok? Rá lehet pislogni? Arra figyeltek akkor, hogyha valakit érdekelnek a számok. Ennyi. Köszönjük szépen. Cérna bácsi, igen. Cérna bácsi beült. Mérgelni. Ez tűn pontosan ki lett mérve 13 méter mindenkinek. Akkor is kevés egy ilyen meccát. Na, látó Tibinek egyesre van szüksége. Néhány halat elengedett, ő is, ha már. Megyünk tovább vissza, akkor Mázli felé. Gyönyörű halaink vannak, az biztos. De egy-egy hallal nagyon szépen meg lehet ugrani. Mázli ott ül, kérem szépen. Helyzet? Alakul. Hallottam, van már 4-5. 4 hal, de jó. 8 falat van, legnagyobb ilyen 6-7. Az jó, az nem rossz. Az nem rossz. Látó Tibi nem akar elengedni, mi? Simáknak elment a hala. Persze. Ott hárman. A Poti, Simák, meg a Debreceni Ádám mind a hárman vesztették a halat. Elengedték őket. Igen. Leázott, szugeráltam volna. Igen, de Debreceni megint fáraszt. Igen, ő megint. Csak mérős hala volt. Csak mérős hala volt. Országos bajnokság, tehát azért oda kell figyelni. Nyilván nem egyszerű. De ahhoz, hogy valaki 100 kilót fogjon, hogy igen, komolyan kell. Jó napot kívánok, egy csomót! Laki Zsuzsi is eljött szétnézni. Mint a húzat. Mint a húzat, úgy kitírtalak. De téged alapból, de te töröd a botokat. Tehát neked... Én csapat. Szia Zsuzsi. Hello. Mi újság van? Minden akkor? Igen. De jó színed van. Hát hétből hetettől a parton tudunk. Jó, rá lesz. Hello, sziasztok. Sziasztok. Vidáig? Vidá a C-szektor. Itt van Zsolt is valami. Tudom, azért az előtt itt van a tárgyal. Ja. Jó van, kész csak. Mázli Luft. Még. Gyerekek, most már kevesebb, mint 3 óra van hátra, úgyhogy hajrá, hajrá. Na, alakul a sztori? Most volt meg egy lement halszámkolás előtt. Oh my god.
sokan ott is vesztettek, hárman egymás után haladt. Ahhoz képest a széle egész jól muzsikál. Csak debreceni. Gondoltunk. Csak debreceni ott a szélén. Nagy távolságot horgászik, és csak mérős halak volt. Mellette a sömeket ide is jól fog. Hát 4-5. 5 volna kimenni. Igen, de most leakadt neki is. Leragadt a vendónál, nem tudtam tovább menni. Hol? Na, volt egy 10 kilós. Lépkedünk. Lépkedünk egy picit. Tomika ugye egyessel, tehát neki azért egy kicsit nagyobb hiba lehetőség is belefér, bár minél jobb pozíciót tudna megcsípni, annál jobb lenne. Gecse Béla. Hát igen, Béla az nem ült be hozzánk versenyezni egy felkészítőre sem. Egyedül próbált felkészülni. Tegnap nem igazán jött neki össze a lépés. Hát ugye én azt mondom, mindig a versenykörülmények nem azért vannak megteremtve, hogy csak szórakozzunk, hanem azért is, hogy akár felkészüljünk egy-egy komolyabb megmérettetésre. Mi hoztuk a lehetőséget, aki élt vele, élt, aki nem. Gyakorlatilag azok, akik éltek vele, úgy érzem, hogy legrosszabb esetben is egy középmezőn tudnak megcsípni. Hello, sziasztok, üdvözlet! Szevasz, Feri! Üdvözlet! Üdvözlet! A tömény is azt megtölteni, nem az a gumis. Figyeld! Új tém. Maradja új tém. Simi fishing. Bizony. Ez a jó tömény. Köszönjük szépen az ajándékokat. Hány királyok vagytok. Azt mondják, hogy itt a Puskás Andris szórja a szerelékeket. Létezik? Meg lehet. Nem, majd úszik egyet, azt összeszedi. Azt mondta, hogy haza, visszakapja. Dehogy megy haza. Nem megy haza sehová. Nagyon nem érzi most ezt a hívőjét. Hát ez ilyen. Volt edzés? Az a érdekes egyébként, hogy pénteken 9 halat fogott, elment neki vagy 4, és meg volt az 50 kilója tegnap. Fogott 5 halat, és volt 23 kilója. Ez ilyen? Ez ilyen. Mérős? Rá. Oh, figyeld már a professzor úrt, ott a fa mögött. Professzor úr, az előbb kijött, itt elbeszélgetett, átnézte a dolgokat. Gondolom kimatekolta, mit, hogyan, meg merre, aztán megoldotta. Ó, de nektek milyen jó amúgy. Hát mert mindjárt április elején le tudjátok az OB-s elejtet. Nekem júniusban lesz. Ráadásul ki van írva rá egy női verseny, meg egy 55 pluszos is. Előző napra meg egy családi páros. Nem baj, Peti megtartja, úgyhogy nem lesz gond. Én meg megyek OB-zgatni. Vagy elmegyek felkészülni a héten, aztán hétvégén meg nem ülök be. Még az másik opció. Tehát... csak összerántunk ott is. Kemény lesz 5 nap. Az kemény 5 nap lesz. Rengeteg gyönyörű szép halak van ott tényleg. Kis pontyok, kis keszeg, nagy keszeg, kárász, minden van benne, harcsa. Tehát még az élőre a harcsa is ráüthet. Nem nagyok, de van benne. Menő lenne. Igen. Merre mész OB-ra? Én kérlek szépen Maconkára megyek. Maconka 3-as számú előtározói versenypályára. Van még oda azt hiszem 1 vagy 2 felkészítő versenyünk, utána már csak ilyen bohózkodás lesz, és abban a pillanatban, hogy letudjuk az országos bajnokságot, elindulunk a 2-es számú pályával, ami a döntő helyszín lesz. Maconkán, ott nagyon szépen készítik már elő a terepet, csinálják a partot, rengeteg hal van beletelepítve, gyönyörű szép keszegeket is látunk, 2 kilós keszegeket, gyönyörű kárászok is, ugye ezekből a versenypontjokból van több, tehát ott még nagyon jó pecákat fogunk csinálni, akár felkészítő versenyek, akár nem. Fedapont oldalon nézzétek meg, aztán gyertek, ugorjatok be, mert
ha más nem egy nagyon jó pecát. Nem, nála tudtok is majd volt. Egy hetes, kereken hetes volt. Na, közben itt a hátterek megbeszélik, a kinél mi van merre. Tóth Attila úr, a professzor úr, kérem szépen, ő az az úriember, aki amúgy úgy jár horgászni, hogy nincs autója. Ő jön busszal, jön vonattal, amivel tud, évvel, metróval. Minimál felszerelés, minimál cucc, minimál peca. Tényleg, és azért elég eredményes szokott lenni, bár az utóbbi időben egyre kevesebb ideje jut a pecára. Na, eljöttünk az Andristól, oda vigyázz. Leakadt valamibe. Megoldja, megoldja. Elindultak a halak itt a középső részen is, jó lesz. Ne így van. Szakszú húzza, igen, láttuk. Vida úr már csak örömködni jött. Neki sajnos elment ez az OB. Aki még nagy esélyes ebben a C-szektorban, Kátai Zoli, ő egy ponttal indított tegnap, szektor szélről, ahol ma nem nagyon fognak halat. Ugye megint beigazolódik az, amit mondtam, hogy ahol jól ment a hal egyik napot, másik nap nem megy. 40-esen nagyon gyengusz. Igen? Bá. Ez mindig így van, hogyha két nap is van verseny egymás után, egyik nap, ahol jó eredményt érsz, ott már másnap nem. Tehát ott az felejtős. Ez sose jött be. Na, elkapta Zoli a fonalat? Na, ide. Szerencsétlen. Jó, van, hanyadik hal? Harmadik. Harmadik, jó van. Hát most, ahogy elnézem, itt azért ebbe a, ezen a részen itt többen is megfogták a halat, tehát elkezdik csipegetni. Amerre mész, jön a hal. Jó, hát ez van, ez a dolgom. Igen, amerre megyek, jön a hal. Berec Ákos nem áll rosszul, tegnap egy hármassal indított. Ma egy egyesre lenne szüksége ahhoz, hogy tovább jutó pozícióba kerüljen. Nem olyan egyszerű. Olyan egyszerű a pite, viszont nem áll rosszul. Van már néhány hala. Neki mondjuk pont elment a hala, amikor jöttem erre. Most arra várok, hogy lesz egy kapása is, hogy fog szaladni, hogy felesik mindenben. Nem. Nem. Piros vödörből nincs hiány. Na hajrá, Őszi Gusztáv, ő már járt nálunk versenyen. Itt is járt nálunk Hévíz Györken is. A sármomra jönnek meg az illatomra. Szikszai úr. Nagyon kemény, nagyon kemény. Itt ezen a részen. Most annyira nyugodt a víz, hogy valami hihetetlen. Ugye legjobb esetben is, vagy legrosszabb esetben is itt egész télen. Hello! Egész télen fogtuk itt a halat, ugye a középső rész volt az, ami nagyon erős volt. Most ez ugye változott, és a két széle felé közeledve talán egyszerűbb a halat megfogni. Sok a kinti haltartó, az a baj, én úgy látom. Egy kicsit talán így az azt jelzi, hogy nincs annyi hal itt ezen a részen. Sankesz, Pecaguru Horgász Centrum. Sankesz a TikTok azonosítója. És Borbé Balázs, aki szintén pecagurus, neki sikerült így egymás mellé a két pecagurusnak behúzni, és jön is a hal. Jön is a hal, szurkoljatok neki. Hoppá, közben ott a Tóth Sanyi valami dögöt akasztott, már megint. Hoppá, 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 hoppá. Odafigyeljünk, mert valami el fog törni. Hát, hogy nem vagyok.
Jajajaj, ez meg itt meg akar állni nekem. Akkor itt miért? Na, az ellenőrzés kész, megyünk tovább. Szemből nem spomboznak. Nem. Szemből ma nem spombozik senki, ne félj. Mert aki spombozott legutóbb, a szemből, az ott versenyzik. Hoppá, na, mi történt ezzel? Az itt versenyzik. Mit ad Nikola Levi? Ők ugye készülnek majd az U22. Melyikre készültek? U22 vagy mire készültek? U22 pontyfogó VB-re. U22 pontyfogó VB-re készülnek a srácok majd. De azért még egy metód, egy freestyle metód országos bajnokság, még így azért lezavarunk, mi? Ha ögyesek vagytok. Köszönjük szépen az ajándékokat, Nikola Levi. Amikor itt hagytuk legutóbb, akkor is halat fárasztott. Most is ezt csinálja. Semmi nem változott. Szeret fárasztani engem is. Igen? Hát ő már egyedül is megoldja. Hogy áll a szektorban amúgy? Kettő. Kettő? Somogyi? Aha. Ha Somogyi egy, Mikola kettő, akkor Klusovcki már alapból is csak három lehetne, de Tócsanyi szerintem üti a hármast, és akkor Klusovcki innentől már csak négyes, vagy ötös, vagy a fene tudja. Klusónak ma nem adja ki a lépést, tegnap nagyon jó volt, Tó egyet horgászott. Úgyhogy az egy pontja neki stabilan be lett vésve, de a mai nap valahogy nem igazán adja ki a lépést. Hal az egész pályán van, tehát azt azért látjátok, végigmegyünk a pályán, mindenhol van hal. Azt nem lehet mondani, hogy nincs. Talán vannak helyek, ahol kicsit lassabban élünk, de a kitartó a horgász biztos, hogy megoldja. Nem lesz rossz hal, nem kéne elengedni. Annyi, gyönyörű hal. Orra néz. Az mi? Akkora, mint te. Az egy pont. Gyerünk, Levi, jönnek itt a szurkolások, így kell ezt. Azt mondja, gratula, sok sikert a VB-re. Bélának ma nem adja a lépés valahogy. Hogy állunk, Béla? Láttam, hogy volt elmenő halad is. Egyenlőre szektorban ilyen negyedik, ötödik helyre taksálnak. Azt mondod? Nagyon kemény. Hát, ha sikerülne, mentsél valamit. Azért neked van egy három hiba lehetőséged benne. Három pontra föl kéne valahogy tornázd magad. Gulyás úr szintén hallal, és mellette, mögötte. Ez egy víztározó, kérlek szépen. Szóval mellette, mögötte Somogyi Dávid, aki stabilan vezeti a szektort egyelőre. Nem túl nagyok a halak mostanában, de legalább jön, és folyamatában. Köszönjük szépen. Gulyás úr szintén fáraszt, ugye? A Dávid mellett. Meg a szektor egyelőre. 70 kiló magát. Egyelőre meg a szektor, csak Levinél valami dögök jönnek. Mit?
Levinnél dögök jönnek. Nekem is azokat látom. Oké. Na, úgy legyen. Osztocska Arsi. Azt mondja, hogy a napi jegyes a túloldala a tónak. Hát igazából az egész napi jegyes. Tehát erre az oldalra is beengednek, amennyiben olyan felszereléssel vagy és ismernek, és nem tudom én, amire szükség van, akkor itt, akár itt ezen az oldalon is lehet horgászni. Mindkét oldal tele van dögökkel, úgyhogy tök mindegy. Itt az én kis személyes kedvencem. Mi a helyzet, hogy áll? Hát, keszeget fogott. Keszeget fogott? Aha, rövidet horgászik. Te vagy a hátteres? Komoly. Egy-két dobás erejéig érdemes lenne megpróbálja ezt a 11-2 métert is. Ezt majd mondjad neki. Mert itt azért van egy kisebb gödör. Azért nagyon szépen szoktunk nyáron, amikor jó idő van, amúrokat is fogni, a pontyokat is. Lehet, hogy szerencséje lesz, és láb alatt bejön ezzel egy-két szét van. Bizony, úgy, ahogy mondjátok, figyeltek, komoly háttér. Nagyon jó. Gratulálok. Köszönöm. Boti, két boti, van egy szakács boti, egy látó boti, állítólag látó boti jól áll, állítólag szakács botinak hogy megy a... Egyes a szektorban vagy? Ja. Jó van, nem, hát most miért? Hát... Aztán Zaki hogy áll? Hát, na. A legjobban. Közben a Boti fáraszt valamit. Botinak meg az egyes? Látónak? Most úgy azért fogtassa mindenki alatt. Ugye erre fúj a szél, kifelé a kerítés mögé. Kifelé a kerítés mögé, itt azért egész jó szokott lenni. Ez a hal is megvan. Hazonászik egy konkursszal. Hátteres brigád az várja, hogy hova tud menni gyorsan mélegelni. Botinál kettő szákon bent. Csipes Ádám is fárasztott a szélén. Nagyon nézzük eddig egymást. Összeakadtak vajon? Nem akadtak össze. Nem, ő csak ki akarja tekerni. Ádi csak ki akarja tekerni a felszerelést, hogy ne zavarja meg. Hát itt. Hogy áll a zsótér? Nem tudjuk, de megkérdezzük. Hogy áll a zsótér? Azt kérdik itt a srácok. Van már hal? Van egy, az a második. Aha. Jó van. Ez a 10 szektor lapotok, rá lehet nézni? Nem szoktam bele piszkálni, hanem muszáj, érted? Csak úgy kíváncsi vagyok, hogy mi újság. Itt megmutatjuk a srácoknak, hogy ki hogyan áll. Kérdezzük már rá,
Ez az A-szektor. Érdekesen alakulgatni. Köszönöm, sziasztok, elegyen. Na így állnak. Boti olyan 130-140 környéke. Amit most éppen bedobott. Nem rossz. Na ebből kell operálni. Csipes Ádám, örömpecán, mi? Kemény, kemény. Nem piskóta azért, basszus. Nagyon nem egyszerű a mai nap. Közben Hankó Zoli megint fogott ott egy dögöt, kér egy mérleget. És már jönnek is a mérlegesek. Kovács Kálmán Pál úr, ő egyszer járt nálunk versenyen. Ez a második alkalom, hogy egyáltalán kint van a tavon. Szervusz uram, milyen helyzet? Szia. Jöttem el megnézni a fiúkat. Ha, ennyi. Ügyeskednek. Érdekes. Hát érdekes nem lesz. Nem, nem. Egy-kettőnél azért lesz egy-két keresztbeverés, úgy érzem. Érdek! Igazából kapatlanos lesz a gyerekcsavat, hogy az egyeseiről mit csinált a srác, nem tudom elképzelni sem. Bozsgai? Az ügyes horgász, tavaly itt is megcsinálta. Hát ügyes, de hát az a helyes. Az a egyes? De. Az pengehely nagyon, tegnap nagyon. Az egy pengehely nagyon. Most is visszajönöm, hogy húzott a második fordulóra. Aha, mit húzott? Néztem, most nem tudom fejből, de néztem, úgyhogy nem egy rossz helyet. Én az a baj, én meg vagyok lőve most az új számozással, mert nem tudom, hogy az új számozás szerint hogy vannak a izék, így van. Gondolkodtam rajta, hogy kimegyek Palotavárosra is, de szerintem én itt már meg fogom várni a végét. Hát én már is legyen várni, hogy... Azt mondja, Palotavárost hozta Pozsgai tegnap 130 kg-mal. Jó, ezt tudjuk. Tehát az ma az érdekes, hogy ma mit csinál majd. Hát ezt igen. Nem látjuk úgy, csak a végén. Persze. Ha esetleg valakinek van infója, nyugodtan küldje át. Ja, megy a live. Megy a live, persze. Hát azt próbálkozunk. Hankó Zoli bácsi. Egy gyönyörű szép halat fogott. Menjünk tovább. Háromkor lesz vége, kérem szépen. Szervusz uram! Mi a helyzet? Az a baj. Az a baj, már nem téged mutatlak inkább. Ja. Szóval az a baj, hogy a tapasztalatból tudom mondani, és sajnos ez tényleg így van. Kétszer, hogyha egymás követő nap van, peca, kétszer ugyanonnan nem jön ki eredmény. Szóval nagyon nehezen. Most néztem a 40-es helyet is, tudod, ahol K.P. Zoli ült. Ducatom mit keresed? Ducatomi 31-es. 31-es? Igen, akkor nem adja. Ja, ott sem adja. Ugye ott tegnap, ha jól tudom, Nikola Levi volt ott azon a környéken. Tehát ő is lehúzta onnan az eredményt, amit tudott. Ma már nem fog onnan jó eredményt kijönni sajnos. Tudom. Ez tényleg ilyen, tényleg minden egyes idő alkalommal. Próbálkozzál egy olyan, inkább, hogy választasz egy olyan távot, amit lehet, hogy eddig nem morgáztál. Küldjél be neki egy 3-4 kasarat, és csak az ötödiket hagyjad pihenni. De nem kell arra adni. Nézem meg kintet. Szerintem nézd meg, 9, amúgy 95 méteren van a patakmeder. Tehát ott egy patakmeder van. Ha 97-re kihúzod a botodat, érted, küldjél be, de az a lényeg, hogy küldjed be a kaját. Péntekre, de arra kell tolni, többet a babai, de vállalom meg a
Hát az edzés. Az edzésnek ez az átka. És ennyi rosszabb. Aha. Azt próbáld meg még, és akkor az még jó lehet. Bozsik Gábor, aki tegnap egy ötöst horgászott, most a kettesen ül, és aki tegnap kettest horgászott, Zelnék Dani, most az egyesen ül, innen egy hármas jött ki tegnap, Daninak ugye a nagy távolság és a pálya ismerete adja azt, hogy esetleg össze tud hozni egy jó eredményt. Neki egyetlen egy hiba lehetősége marad, tehát hogy a négy pontot meg akarja szerezni, akkor igazából egyes, kettes. Tehát neki csak ez az, ami játékba kerülhet. Itt nem tudom, hogy a keresztbeverések, az összes ilyen pontszerzések után marad-e olyan lehetőség valakinek, hogy 5 ponttal játékba kerüljön, szerintem nem. És ha jól látom, Celnik Dani előtt és Bozsik Gábor előtt egy kormorán is dolgozik ott olyan 130 méteren, úgyhogy nem olyan egyszerű a dolog. Köszönjük szépen az ajándékokat, nagyon királyok vagytok. Nagyon nem egyszerű, az biztos a peca. De Dani nem áll olyan rosszul, tehát neki még azért összejöhet akár egy kettes is. Botit ugye nem tudja megverni szerintem, Boti egy picit jobb pozícióban horgászik. De egy kettes meg tud csipni, én úgy gondolom, hogy neki megvan az esélye arra, hogy tovább jutó legyen. Ugye itt mindenki 4 ponttal számolgat, a 4 pontban nagyon kevés az, aki be tud kerülni, illetve hogyha mégis sokan kerülnek be 4 ponttal a selejtező végére, akkor ott a súly fog dönteni. 5-en fognak tovább jutni, ha jól tudom, de ha meglátom a végtomit, aki amúgy versenyszervezője, akkor tőle biztosan meg fogom tudni, hogy hányan jutnak tovább. Én úgy tudom, 5-en. Gyönyörű! Danika, megjöttél, jó van! Szép volt, gratula! Na, szóval, hogyha meglátom a végtomit, akkor megkérdem tőle, de több mint valószínű, hogy csak 5-en fognak tovább jutni. Így nagyon necces, mert lesz ugye olyan, aki mondjuk 2 pontos. Ez most egyenlőre a látó Botinak áll, hogy 2 pont, ott már egy hely akkor elment. 3 pont, hát még benne van a játékban, de ott többen is harcolnak érte. Tehát ott harcol az utolsó szektorban Debreceni Ádám, Pető Mázdi Roli, Ternák Tomi azért, hogy valamelyikük egy 3 ponttal jusson tovább. Nem egyszerű. Ugyanez a helyzet a C szektorban, ahol Kátai Zoli harcol Berec Ákossal. Kátai Zoli viszont 1 ponttal kevesebb hallal, Berec Ákos 3 ponttal több hallal van egyenlőre a mai napon. Úgyhogy tényleg érdekes és tényleg izgalmas a verseny. Hopp, Botti, meg is van. Nincs meg. Aztán ráemelt, úgy érezte, egy pillanatig megvan, aztán nem volt meg. Gyors kitekerés, és mehet a következő dobás. Kicsit most megint közelebb tartom magamhoz a telefont, hogy ne zavarjon annyira be a szél, és lehessen hallani, hogy mi van. Tavaly 10 továbbjutó volt, nem. Tehát tavaly biztos, hogy nem volt 10 továbbjutó. Tavaly is kb. 5 vagy 6 volt, de ez a plafon, tehát e fölött már semmi igazából. Talán, hogyha ez így marad, és azt szeretem, amikor Kristóf ilyen lazán van, mert az azt jelenti, hogy mindenki jól áll a csapatból. Kedi csókolom. Boti úgy néz ki, hogy ma kettessel megy tovább, mint? Úgy néz ki, hogy megnyeri a versenyt. Már úgy értve, hogy egy pont. Tehát nagyon úgy áll a zászló. Dávid is egyesre. Kicsoda? Dávid is vezeti a szektor bőven. Vezeti a szektor, de ő 4 ponttal lesz. De hát az a pillanat. Hát ez az izétől függ majd, a súlytól. Jó súlya lesz, Marka. Igen? Jó. Ugye akinek még áll az ászló, az Ternák Tomi 1 ponttal, de nincsen hal, tehát kevés a hal. Debreceni Ádám 2 ponttal megy, ugye?
abban a szektorban, Tibi 3 ponttal, neki 1-es kellene, ott van Mázli is, aki 2 ponttal, neki is kéne egy 1-es vagy 2-es, szóval nagyon nehéz. Mondjuk az a szektor ott szerintem az egyik legerősebb test. Most Dani is elkezdte fogdosni szépen az 1-esen, igen. Elkezdte, most már jönnek a darabosabbak is. Itt a kamerás ember, így van. Nem láttátok végig Tomit valamerre? Visszafele ment. Elkerültük egymást. Valószínűleg ő is élőzgetett. Ott a zsákos halak kerülnek elő Somogyinál. Hát, ha sikerül meghallgatni, mit sikerült ott fogni. Vannak itt elég sokan nézelődők, komoly versenyzők, akik kijönnek nézelődni. Major Tomi, Laki Zsuzsi, kijönnek szurkolni. Itt mérlegelés zajlik. Béla lesz ennek a mai versenynek egyenlőre a nagy vesztese, tegnapi tó egy után, ha nagyon nem adja. Ugye ez egy komoly nyomás is egy ilyen versenyen, és ráadásul nagyon jó versenyzőket kapott a szektorába. Somogyi Dávid, Nikola Levi, mindenki nagyon jó pontokkal jutott tovább a mai fordulóba, tehát nekik megvannak az esélyeik arra, hogy lehozzák ezt a mai versenyt is, aztán még meglátjuk a végéig, mert borulhat még azért a bidé. A szél egyre erősebb, kicsit visszafordulok hátra, így hátra tudom támasztani a dolgokat. Azaz, hajrá, hajrá Levi! Irázi Ádám, Tóth Sanyi, akinek egy 3-as tippelnek most, per pillanat. Tegnap mi volt Sanyi? 4-es? Most egyenlőre egy 3-as tippelgetnek neki a szektorban. Neki nagyon kellett volna egy pont, és akkor is olyan, hogy Ja, tehát a fele tudja. Egyszer én jutottam tovább, ugye Püspökladányból. Igen. Oda 7 kellett, 7 pont Püspökladányban annó. De mindegy, szóval valaki ott lemondta, aztán úgy sikerült bejutnom. Volt egy halam, amivel meglettem volna, de az visszaugrott a szákból. Az kemény volt, igen. Önnek nagyon jól kell tudni, hogy azt a halat. Nem tudom, így. Nyilván egyértelmű, persze, egyértelmű. Ezt nem tudjuk nem. Persze. Én megfogtam, ez volt a poén. Benne volt a szágban. És onnan ugrott ki. Ja. Szóval megvolt, aha, csak kiugrott. De mindegy, nem érdekes, tehát annyit elértem vele, hogy Nagy Martin volt a háttér, hát ott majd megszakadt a röhögéstől első körben. Én meg eltörtem egy botot mérgembe, úgyhogy igen. Akkor ez jó volt, elment a halad. Igen. Ott. És még ki is röhögtek. Igen, ez ilyen volt. Ja. Nem. Idén már csak tényleg ilyen 5-6 továbbjutók lehetnek helyszínenként, nem több. Ez attól függ majd, hogy kik mondják le. Hát ugye, ne felejtsük el, tavaly azért nagyon sokan lemondták Török Bálint után a középdöntőt, és ezáltal többen olyanok kerültek be, akik amúgy nem
érték el azt az eredményt. De ez előfordulhat bárhol, tehát hogy valakinek nem jön össze, nincs annyi ideje, mit tudom én, akármi történik, bármi, amiért le kell, hogy mondja a versenyt, akkor nyilván a következő legjobb eredményt elért horgász fog tovább jutni. Na, kérem szépen, Gáspár úr, fáraszt. Szikszai úr pedig merítéshez készülődik. Az se lesz rossz, ha kicsit közelítsünk. Mixem. Úgyis ide hozza. Azaz. Hajrá, Szikszei úr, hajrá! Látom, zabálja az Escobárt. Jó van, Gáspár úr. Hú, de messze hagyta. Hú, de messze hagyta. Miért? Aki nem tud, merre van, mérnek. Hát valahol ott fönn mérnek. Tedd el. Gáspár úr, Gáspár úr. Gyönyörű szép hal ez is. Gyönyörű szép tükrös. Gyönyörű szép tükrös. Azt a mindenit. Gratula! Kerülnek a halak zsákba, mérlegelés erre jön, akkor egyből mérlegelés történik. Ákos, éppen egy fárasztásban. Itt leteszem magam. Baszhatod van korhatár! Ez az! Az én vagyok. El is kurtad, látod? De menjél már el innen! Ne ide figyelj! Mi, elment ez is? Persze, ha itt vagy körülöttem, akkor mindenhol elvegy. Hát de miért? Elátkodjon. Hallod, nem hiszed el, hogy szurkolok neked. Hát komolyan szurkolok neked, mert látom, hogy rád fér. Na, nem tudtam megkérdezni végig Tomit most, hogy hányan jutnak tovább, mert ugye éppen live adásban volt. Köszönjük szépen az ajándékokat, nagyon aranyosak vagytok. Ákos van képben, közben itt oldalt Őszi Gusztáv fáraszt. Guszti bátyám azért párszor már bejut hozzánk versenyezni. Ákos a pálya egyik legjobban ismerője, tehát ő azért nagyon jól ismeri ezt a pályát, szinte szerintem már az összes helyen, nem is mondhatom azt, hogy szinte, hanem szerintem már az összes helyen ült, nem is egyszer, és nagyon jó eredményekkel zár minden versenyen, úgyhogy bejött neki az élet. Nagy távolságból operál. 120-30 fölött. Ugodj meg, ide jött a háttér. Jobb később, mint soha. Szóval voltak. Ennyi. Szervusz, uram. Megjött Ákosnak is a háttere. Este kurvázott, és most értem. Nézi az asszonyod? Már megyek is.
Hirtelen dolgod lett, mi? Örömmel hallottam, hogy megoldottad. Ennyi. Lényeg a jó hangulat. Na, Zoli bácsi. Nem adja? Bajban vagyunk. Nagy a baj, mi? Nagyon kemény. Nem tudunk rájönni, hogy milyen foncán. Nagyon kemény. Hát két egyessel eddig talán csak a Botond az, aki tovább tud jutni. Ott még nem tudom, hogy ott abban a szektorban, az utolsó szektorban Ternák Tominak összejön a lépés. Nem valószínű. Ott már 3 pontra lesz szükség a továbbjutáshoz, szerintem. Legalábbis most úgy áll a helyzet, mert Debreceni Ádámot jól áll, meg a Mázli is fogja, de Látó Tibi is fogja, tehát még 4 pont is bejöhet. Ugye Somogyi hiába húzza egyetlenül, 4 pontnál jobbat nem tud horgászni, tehát nálam most már az a lényeg, hogy súlyban is jó legyen, különben gond van. Tusóczki, aki tegnap tó egyet horgászott, ma lehet, hogy inkább 6-ost vagy 7-est, szóval nagyon nehéz. És a 40-es helyen meg szinte nincs hal, tehát annyira gyenge, vagy nagyon. Ugye Zolinak onnan tegnap szépen lejött az 1-es. Ja. Amíg hideg az idő, addig a középső rész, az parádézik, az mindig jó olyankor. Abban a pillanatban, ahogy fölmelegszik az idő, a két széle egyből átveszi az uralmat. Nem jelenti azt, hogy nem lehetne mondjuk, lehet, hogy egy két helyen odébb ülne, akkor más lenne a sztori. Videórót feszít. Üzenem a kátainak. Mit? Nem figyelek. Tehát nem figyeltem, bocsánat. Azt mondja, itt kell megmutatni, nem Gergény. Ki ez? Ki ez, aki ilyeneket ír? Várjál már. Milyen Roland? Hát nem tudom kiolvasni, várjál. Picit talán a fejjebb viszem a izét. Karnis Roland. Igen. Hát itt is. Itt is, meg Gergén is, meg mindenhol. Tehát Zoli bácsi nem az a fajta, aki nem tudná megoldani, ha úgy van. Nem az a fajta, aki nem tudná megoldani, ha úgy van. Van még a versenyből vissza 2 óra. Jó mentéssel még azért lehetne. Ja, itt a popaktív az is. Ezért sem újabb utat! Szerintem azért nincs kapásod, mert megint valami Mázdi terméket izész. Hát gondolom. Mexikán már nincs nálad. Na, lépjünk tovább, mert itt nem szeretnek engem. Vida úr. Beleakadt valamibe. Gondolom jó nagy távolságba. Professzor úr gondolkodik, és Puskás Andris szakszup újra fáraszt, vagy ez még mindig ugyanaz a hal, amit itt hagytunk fél órával ezelőtt.
majd mindjárt megérdeklődöm a hátterétől. Helyzet? Ez ugyanaz, mi az előbb volt, vagy ez ma másik van? Ma másik van. Jó, van, viccelek csak. Nem áll rosszul. Felhoztam magát ilyen szektor 2-3 közé. Na, az jó. Volt egy nagyon jó, egy ilyen 10-10. Jó, az jó, az jó. Az jó. Végre talált egy távot, ahova odaállt, ahova. Szektor 2-3? Mhm. Ajaj, azt mondja, ki az egyes a szektorban? Beret. És akkor ki lehet a hármas? Hát, itt a Kupai. Kupai. A Toma. Az aha. Andris, meg ott még az elején ja, is. Ja, hogy van. Többen is vannak aha, itt rá. Igen, aha, igen. Értem. Hát ilyen hát 22-3 kiló körül vannak hát, nagyon kemény. Hát nem baj, csak ide. A dögöket fogdossa. Van még 2 órája rá. Fogdossa ki ezeket a 10 pluszosokat, egy 6-ot, 7-et, azt mindjárt meg vagyunk. Ó, 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 Kupai. Most akarja megmutatni? Miért nem tegnap? Kupai speciális konkurszaltója, amúgy. Csak jelzem. Van neki 3 darab is fiószáma, 1, 2, 3 darab konkursza van. Jó, annyit csinált, hogy megerősítette a toldásokat. Így bátrabban meri használni, de hát nézzétek meg azt a testet. Hát. Dob egyet, kettőt, azért ott recsen minden. Keményen dolgozik a hala. Mindjárt megmutatom, jó? De vele beszélj, hogyha erre van szükséged. Valószínűleg nem ő csinálta, hanem valakivel megcsináltatta amúgy. Őt valamiért jobbnak érzi, jobban tudja kezelni, vagy a fene tudja. Ez egy pikkelyes, ezek mindig erősebbek, mint a tükrösök. Dracula! Közben mutatom itt neked, nézd. Kapott egy ilyen erősítést a bottag, itt is, meg itt is. És ebből van neki itt 1, 2, 3 darab. Gyönyörű a halálomány, gyerekek. Hát itt 6 kiló alatt már nagyon ritkán futsz bele valamiben, valami eltévedt kis halba. Tehát gyakor szinte minden halat mérlegelni kell külön-külön. Ugye amikor valaki azt mondja, hogy csak mérős halam volt, akkor hát, gyakorlatilag más nem is nagyon fognak. Néz ki, hogy elkapta a fonalat, és most már kezd kicsit felfelé jönni. Várjál, hamar visszamegyek, ott még egy mérés történik. Hát, hogyha elkapjuk, hogy mekkora halat fogott. Picit közelítünk is. Most már... Ó, azt a... Az se rossz hal. Az se rossz hal. Igen. Hát jó, eddig malmozott. Eddig malmozott, most már hat fogja a nagyját. Ez is megy a zsákba. Na, háttere biztatja és mondja neki Verus, hogy most már szektor 2 hely is meg lehet. Úgyhogy ez már tényleg csak egy ilyen örömpeca, hogy kihozza a legjobbat magából.
Megyünk föl az utolsó szektorhoz, ahol tényleg nagyon-nagyon erős és kiélezett a harc. Tudsz a Tommy Maestro Fishing, Gecse Béla, akinek a tegnapi nap sajnos elvitte a pontokat. Szervusz Béla! Hogy állunk? Nem akarom tudni. Aha. Igen. Szóval Roli megy két hallal előtted, ahogy így elcsíptem a háttereket. Két halat kéne fogni. Nem kettőt kell fogni hármat. Százat. Hármat, négyet, és akkor két egyessel lehet küzdeni. Az mi messze van? Igen. Úgy néztem, hogy eddig egy ember lesz, két egyessel, talán a NATO Boti. Ide, igen, ebbe a szektorba egy hármas tippelek tovább jutónak, tehát úgy értve, hogy három pont kell majd tovább jutáshoz. A többi meg lehet, hogy csak négyes. A többi meg lehet, hogy csak négyes lesz, úgyhogy... Marci Vándon ezen veszekedünk, hogy azt mondja, hogy 5 ponttal is tovább lehet, 5 ponttal a szerintem legnagyobb súlya, de szerintem egyébként 4-jel biztos. Figyelj! Ugye, ha azt mondom neked, hogy ha itt valaki 5 ponttal fog tovább jutni, hát fizetek egy kólát délután, jó? Szóval szerintem is 4 pont. Tehát itt 4 a max. Ha az a baj, hogy túl sokan állnak úgy, na, hogy 1 pont, 2 pont, 3 pont, és igen. Tehát ő megnyeri a szektort, tehát viszi. Ő viszi. Ugye megnyerni, azaz. Az meg a kúszajok. Kisipoltam. Hát itt van, hogy tudjuk nézni. Zálnik Dani egyesen. Jól áll. De mennyire? Hát egyes vagy kettes. Érdekes volt, nem? Lehet 25-ös. Volt egy bevágás, elszakadt így. Igen? Lehet 25-ös előtt olyan volt, látszik. De most itt a... Figyelj, fogott én már 22 kilós alatt ebbe a tóba. Kicsoda? Béla. Tényleg? Uh-huh. 22-eset fogott. Szöreg Tibit megfogta? Milyen Tibit? Na, van legnagyobb a pogy benne, úgy hívják, hogy Tibi. Ricsinek hívhatjuk esetleg, mert Ricsi fogott már 24-es. Kétszer. Krusocki Béla, hogy áll? Jó, jó legyen, várjuk, nézzük. Ki Krusocki Béla? És az élőbe kell így csinálni? Hát lehet csinálni, nyugodt, tehát máshol is így megy a matek. Ő biztos. Kártai Zoltán, ő kicsoda? Ő harcolott, de lefőtt a kávé most. Ő ugyan csinált egy egyes, de most hármas és hetes között küzd tovább. A szektorban, abban a szektorban, a Kátai Zoli szektorában most a Puskás kapta el a fonalat és fogja a dögöket. Ő hamar felugrott egy kettesre, Berec Ákos mögött. Berec Ákos valószínűleg egyes csinál és ott megint lesz egy 4 pont. Egyelőre így áll a dolog. Megy a matek, nem szeretjük. Figyelj, matematikára nem szeretjük fel ráadni a leckét, érted? Mert az olyan, mint a foci, érted? Szóval matematikai esélyeket nem számolgatunk. Itt kell ide, mit tudom, 5-6 hal. Ha se baj, ha mind 10 kilós, és akkor megvagyunk. Ennyi. Figyelj, Mázad is szívja a fogát azért. Nyilván erős, de elvileg vezeti. Nem biztos az. Láttátok a szektorlapot? Vagy csak tippelgettek? Egy-kettő. Egy-kettő, de nem mindegy. Egy szerintem a jobb az átlag súlya, mint a... Mint a Dávi, a izének? Öreg a Debreceninek? Nem, őt kettesre írják. Hármasra írják. Azt mondják, hogy a Roli már beelőzte a Debrecenit. És a látó Tibi lenne egy kettessel? Igen. Egy ember hány versenyen juthat be OB-ra? Nincsen ilyen kitétel. Nevezzel az OB-ra és jöhetsz.
Hello. Na, mert az OB-re is jöhetsz. Rápislokhatok? Rápislokhatok? Nagyon jó sapkám van, figyelj! Ez a cérnás úriember csinált nekem. Jó van. A Szegecse? Nem érdekes, Debrecen érdekel. Engem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És a Pető 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igen, Pető behozta akkor a Debrecenit. Aha, nem baj, de ő be is hozta a Debrecenit. Én csak a izét néztem. Jó, tehát akkor egyelőre... Ja, és még látó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Súlyban. Hát nagyon egybe van a Debrecenivel, kettes vagy hármas. Jó, oké, köszönöm szépen. Na, leskubiztam. Leskubiztam. A skubi az úgy történik, hogy a Pető tényleg elvitte a sztorit, de viszont látó és Debreceni között nincs nagy különbség. Tehát ott még azért nem lehet tudni, hogy mi lesz. Hogyha látó megfogja Debrecenit, akkor Debrecenek lesz egy kettese, meg egy hármasa, ugye? 5 pont kiesett, tehát ott már nincsen továbbjutás. És viszont ha nem fogja meg, és Debreceni még lehoz egy kettest, ott még négyel tovább is juthat. Úgyhogy Tominak kell a hal. Legyen nyugodt, nem kell idegeskedni. Na most teker, most úgyis izél, Tomi. Úgyis most fog majd dobni. Tötögeti, meg kujogatja, meg ilyesmi. Még van idő. Persze, megy az áfonya. Mikor a Levente? Viszi. Jól áll? Igen, kettes. De még lehet egyes is, hogyha ilyen dögöket fogd a Somogyi mellett. Sok esélyes. Én azt hittem bejebb megyem a sunktól, amit hallottam. Nagyon magasabb. Igen. Például hasznos, és tud nevezni, bárhová tud nevezni, bármelyik országos bajnokságra, ahol van még hely, és elindulhat országos bajnokságon. Dunakeszin még van helye, most mondják. Ja. Amúgy Palotavároson is volt hely. Tegnap valaki, láttam, nem jutott el odáig, 39-en voltak. Tehát nevezni lehet bármelyik országos bajnokságra. Aztán onnantól már nehezebb a sztori, mert be kell jutni egy középdöntőbe, és a középdöntősökkel, akik alapból bejutottak már a középdöntőbe, mint például a Bodzsár Norbi, ugye? Szóval velük kell majd harcolni, 120 fő fogott egymással versengeni, és csak a legjobb 40 fog bejutni a döntőbe. Szóval egyre erősödik és erősödik. Én azt mondom, hogy nagyon jó ez így, mert így legalább tényleg nagyon kiélezett és nagyon erős egy országos bajnokságunk van. Ternák Tomi halát megvárjuk, mert úgy érzem, hogy ez lesz legalább 8 kiló. Kedi csókolom, komoly szurkolás van itt. Szóval Tomi mögött felsorakozott a fél Dovid csapat. Tessék! Dovidtól valaki indult Palotavároson? Ha? Kény. És akkor még ott lesz nektek Dunakeszi, mi? Jajajajajajajaj. Na, ott patakból fogja. Gondolod? Megoldják? Aha. Mint tavaly. Jól elment az idő, azt mondja, nekem olyan, mint a most lettek volna 23-as selejtezők. Hát nekem olyan, mint a most lett volna az első metód selejtező, tehát nincs különbség. Na, Ternák Tomi, azért jó ideje fárassza már azt a halat. Hát itt mindenki fáraszt, figyelj, 1, 2, 3, 4.
ki. És kit érdekel? Ugye nincs jogosultságom belépni a szektorba, ezért nem is tudok közel menni. Hajrá Tomi Bajáról! Arra leszek kíváncsi, mikor fognak a csajok irkálni, így már érted? Ja, az nem a horgász TikTokot fogják nézni. Ház az, ha nézhetnék. Hány éves a Tomi? 17. A legjobb korban van. Most kéne a csajoknak becsatlakozni. Ez már a boil is merítőt használt. Mi történt a másik merítővel? Kiszakadt. Lassúbb a dolog. Azt a jó, jó. Na, ilyenekből még egy 8-at. Gratula, szép út. Figyeljetek, micsoda izék vannak itt, komoly szurkolótáborok mindenhol. Közben látom Debreceni Ádám fáraszt, Látó Tibi fáraszt, Mázli asszisztál. Nagyon kemény. Itt van egy szék, én ide leülök. Ahogy meglátom az üres székeket, én leteszem a seggem. Ó, anyám! Azt mondják, hogy 200 kilót bűr az a szék, akkor én helyet fogom. Azt mondja, ne hal, ne! Ne hal, ne! Ne hal, ne! Mázli üresbe teker ki botot, ez gyerekek nem jó omen. Hogy? Nem, meg lett. Átvette az izé a mérleges. Ez nem jó omen, vetőkártya szerint se. Üresbe kitekerni. A Mázli. Hát Mázli volt itt talán legtöbbet gyakorolni, legtöbb versenyen, lehozta a legtöbb eredményt, ami létezett. Úgyhogy neki azért nagyon szurkolok, hogy összejöjjön. Mázlit az első versenyektől ismerem, és talán az én Féder botomat használta legelőször dobásra, még a kevén. Aztán beült egy versenyre, amit megnyert, aztán beült még egy, azt is megnyerte, és ennek már 8 éve. Úgyhogy elkapta ezt a féderes vonalat, előtte csak bojlizott. Most meg már saját márkát képvisel. Ez 8 év munkája. Junior Dale. A kevének szerintem annyi. Mennyi? Nem tudom, nem figyelem, tehát fogalmam nincs. Azt mondja, annak vége. Hát miért lenne vége? Hát az egy jó kis tó. Tele hallal. Ez biztos. Kidöglöttek a halak. Mit csináltuk be, hogy döglöttek? 25 kiló fölötti halakat. Hó. De nem a kevén. Kevérről beszélgetünk. Aztán sajnos mi sem fogtunk ott semmit, 90%, mondom, tavaly állítólag nagy halpusztulás volt nyár, ne idegesítsetek már a keve. Hát a keve az egyik legjobb tó volt. És ezt komolyan mondját, szerintem vicceltek. Menjetek le, azt fogjatok halat, mert van ott hal. Török Bálinton vagyunk, OB selejtező, és ez már a 9. Mázli bevágott, de minek? Így van. Látó Tibi valamit dögött, akasztott. Mázli előbb letekerte a zsinór nagy részét.
utána akasztott a halnak. Decemberben kiderült a 90-en a tógazda mondta. Az igen, az kár érte. Az az egyik legjobb tó volt a környéken. Tényleg rengeteg sok jó emlékünk van onnan. Azt hiszem az első rekordfogást is ott tudtuk lehozni 4,5 tonna hallal egy 20 órás versenynél, ami egyáltalán nem volt rossz, 600 vagy 700 kiló környékén nyerték, úgyhogy sajnálom nagyon. Aztán előző héten 26-ból két ember fogott egy-egy pontyot és kész. Na jó, lehet azt betudni még rossz időnek, meg mindennek, tehát azért lehet ott még hal. Azért ott nagyon-nagyon sok hal volt, tényleg rengeteg hal volt. De nem hiszem, hogy annyi hal kipusztult volna. Tehát azért. Aztán betemékszesek délbe mentek haza hal nélkül. Ne idegesíts fel, komolyan? Így. Akkor tényleg valami gáz van ott. Kár értene. Mondom, nagyon jó emlékeink voltak ott. Nagyon jó halakkal. Rengeteg sok szép halat fogtunk ott, sok 10 pluszos hal. Na, hát ha majd helyre jön, akkor ilyenkor kell egy kis idő neki, hogy regenerálódjon. Majd megoldják. Közben Mázli elkapta a halat. Kinézzünk oldalra. Azt mondja, Simi ott valamit elrakott. Debrecen ül a seggén. Ezt a halat megvárjuk Mázlinál is, mert azért Mázli Manta XTR-rel horgászik, méghozzá 450-essel, ami szerintem egy rohadt nehéz bot amúgy, de ő azért nagy előszeretettel használja, és eddig, ha jól tudom, egyetlen egy ember tört csak el XTR-t, az pedig a Fétrung volt, hogy hogyan és mint, azt ne kérdezzétek, mert fogalmunk nincs. Na, Mázli úr, kapd el a fonalat. Nézzük, mi van itt. Nézzük meg, mennyire izzad az ember. Semennyire, mi? Várjál, még egy picit. Hí, öcsém! Na ugye, itt van gaj. 6900 Debreceninél. Közben Ternák Tomi megint fáraszt. Ez az ideg, az biztos. Ternák Tominak nagyon jó háttere van, azért itt van a Bodzsár Norbi. Bodzsár Norbi nem ma kezdte a pecát. És ha már Bodzsár Norbi, akkor vele is van egy jó sztorim a kevével kapcsolatban. Emlékszem, amikor kevére jártam horgászni. Nagyon szerettem azt a vizet, volt, hogy munka után kimentem horgászni csak 1-2 órát. Mert nagyon jó volt, tényleg. De egy hétvége volt, akkor még nem szerveztem versenyt, és a Kövesdi Ervin szervezett egy gyerekversenyt, ahol a Bodzsár Norbi is részt vett. Itt tényleg kölyök volt, nagyon. És én fogdostam szépen a halakat, nem ültem túl messze tőlük. Fogdostam szépen a halakat. És egyetlen kis srác vette észre ezt, hogy én szedem a halat, odaszaladt hozzám, hogy mivel, és hogyan, és mint. És adtam neki némi csalit és etetőanyagot, ami akkoriban ugye pelet volt, tehát a stéges pelet. Szerintetek ki nyerte meg a versenyt, a gyerekversenyt, tehát egyértelműen a Bodzsár Norbi. Úgyhogy ez volt az első emlékem Bodzsár Norbival, akkor találkoztam vele először, de már akkor lehetett látni, hogy egy óriási tehetség lesz a srác, mert ő volt az egyetlen a gyerekversenyből, aki kiszúrta azt, hogy valaki mellettük fogja a halat,
és volt annyi bátorsága oda menni és megkérdezni, hogy mivel, hogyan, mint, mit kell csinálni ahhoz, hogy ő is halad fogjon. Úgyhogy most megtessék, országos, világbajnok, minden bajnok. Ennyi. Akkor még én sem tudtam, hogy ebből a srácból mi lesz, persze. Szia Pannika, szervusztok, üdv mindenkinek, Mázdinál nincs hal, Debreceni Ádám 6900-ok mérlegelt. Látó Tibini, mekkora volt a hal? Tízes. Tízes? Azt a jó Isten áldja meg okvetlenül. Hoppá, Mázdi. Nem lett meg. Mázdi, nem idegeskedünk, nyugodtság van. Mondom, nyugodtság van. Belakadt egy határosban. Hát, van ilyen. Tomika, kis hal is hal. Hajrá, hajrá! Ennyi. Mázina megállt a bot a levegőbe. Majd kiderül. Látó Boti 10-est mérlegelt, Debreceni Ádám 6900-at, és megint ott vannak mellette. Ajaj. Én vagyok a Tomi, mi a taktika? Adnan azt a műveget. Igen, és mutatom azt az egyetlen embert, akit én ismerek, hogy eltört egy Manta 450-es XTR-t. XX-át? Nem XTR-t? Nem. XX-át? XX-át. Ja, hát az se piskóta, mindegy. Jó, ő az egyetlen ilyen, akit ismerünk. Nem így elmegy a hal. Másodjára akadok bele. Ja, akadok. Nyugi, ne idegeskedj. Lazán, csak amit tudsz, érted? Nem kell itt izé idegeskedni semmi. De ne idegeskedj. Nyugodt vagy, félig megnyerted a versenyt. Közben Gecse Béla is jön fölfele. Tör föl, mint a friss forrásvíz. Figyeljétek, most a Tomit fölvesszük, ezt a dobást megnézzük. Nem, mint jó, tűnt, három perc. Ezt érdemes lesz belassítani. Na, az hallé ment. Az igen. Két kosár, figyelj. Az igen. Ezt érdemes fővel. Baszki, mennyi kosarat lesz? Nem szemét mondtam. Egy csomó jó kosár. Öcsém. Ja. Most már nem tudok forgálni. Preston kosarak, mi? Mert nem visz. Én most már tudok forgálni. Ezt kiadhatja neked? Mit? Van egy. Persze, kidobhatja. Az big racket? Sima racket, az nem? Szép volt, gyerekek. Köszönjük szépen, srácok. Figyelj, egy dobás 3000. Szép volt, Roli. Szép volt, Roli, egy dobás, várjál, tartsd meg, figyeld, egy dobás 3000, szép volt, Roli. És elment vele fél órája, igen. Most megpiszkálta ott az iszapot. Jó lesz. Irogassad, mert Tomika is fogott itt valamit az előbb. Most jó lesz, bele a közepébe, Roli. Most már legalább tud forgászni. Bizony. Simák megint fárunk. Simák ma akarja kiélni magát a tegnapi után? Kemény, mi? Na, menjünk vissza, nézzük meg akkor, hogy áll a puskás. Nem megyek most ki a legvégére, bár lehet, hogy ki kéne. Tudjuk, kimegyek. Kimegyek, mert még nem jártam. Béla közben elrak egy halat megint. Kimegyek a legvégére, mert ott egy kicsit elidőztek a mérlegesek. És kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ott. Ne ide, van még másfél órát. Még egy 4 hal a körülnél. 5-6. Látó Tibi új távot húz. Mi a helyzet most?
Minden oké? Okay. Fogtunk ma meg kapat? Nem baj. Inkább többször mit tetszik. Persze. Szóval a látó Tibi új távot keres magának. Simák. Közben ott megint fáraszt valamit. Lépjünk. Mennyi hal jött már ki? Nagyon sok, rengeteg. Jelenleg kb. 2-3-as Pozsgai Palotavárson. Köszönjük az információt. Ez nagyon jó. Nagyon jó, ha ilyeneket is tudunk, hogy mi van Palotavároson, mert hogy ott is országos bajnokság zajlik éppen. Ott a Polyák Csabi vezetésével, szervezésével, itt pedig a Végtomi szervezésével. Hömpölyög-e a hal? Mi az, hogy hömpölyög? Hát itt annyi a hal, gyerekek, hogy bedobnak. Hát gondolom gringo. Akkor mexikán. Hát akkor valamelyik fedacsali. Mindegy. Jó, elhiszem neked, érted. Majd adok egy dobozzal. Legyen. Hát persze. Aztán itt most mindenki láb alatt horgászik. Igen, láb alatt olyan 130-40-en. Kb. Bár tegnap hallottam olyan infókat, hogy jött a hal láb alól. Bozsik az ott. Ugye? Bozsik, mi, micsoda dögök? Ennyi láb alól, 57 kiló. Majdnem benne volt egy háromban. Ennyi. Érdekes mi? Ezen a tavon, ahol nincs hal 130 alatt. Kemény, na ide figyelj, tudom, hogy örömpecám vagy, de azért nem bánnám a pár embernek keresztbe vernél. Török Bálinton vagyunk amúgy. Török Bálinti horgászpark, 27 hektár, rengeteg sok nagy hal, 6 kiló átlaggal, nagyon szépeket, az előbb látó Tibi 10 kilósat mérlegelt. Ez se lesz rossz hal szerintem a Siminél. Új csapat, Simi Fishing, ahogy nézem. Vagy csak az OB-ra készítettek maguknak saját. Meg a hosszú előkésen 60-ra akasztották a pontyokat. Igen, hát ez érdekes mi? Nincs itt hal röviden, csak 130-on. Komolyan mondom, ne vicceljetek, ne írjatok már ilyeségeket tényleg. Mi történt? Lemaradtam. Életet halavót, vagy mi? Életet halavót. Mondtam, ne bohóckodjál, hallod? Mondtam, ne bohóckodjál. Rak fel a fedacsalit. Azt küldjed neki. Debreceni Ádám. Tegnap egy kettessel. Ma kettes-hármas közé tesznek egyenőre. Én azt mondom, én nem maradjon így, legyen jobb. Legyen jobb. Szanka Peti is fogott egy 11 kg-osat, hát az nem. Nem ami, nem ez a szektor most, ahol éppen járok, persze örülünk neki, de nem. Ugye 22 kg-osat fogott Gecse Béla, a Ricsi barátunk pedig 24 kg-osat is fogott már ebben a tóban, 16 kg-osat fogott már Perec Ákos is ebben a tóban. Nem ma, de azért van benne, úgyhogy bárki beleakadhat olyan dögbe, amit esetleg még eddig nem is láttunk. Mi a helyzet Daninál? Gyengén eszi. Na. Eszi, de... Nem úgy. Igen. Ráadásul a sorsolása se volt a legjobb. Ahogy néztem. Vezet.
Az a méreg, nem a cia. Ugye elnézem, sok a halvesztés is. Neki nem. Az jó. Itt arra felé azért elelejtik. Az összes olyan versenyre, ahol országos szabályzat szerinti versenyt tartunk. Igen. A többi, az nem érdekes. Tehát például egy csajos versenyre nem kell, vagy egy 55 pluszosra nem tartunk igényt, de még egy családi páros versenyre sem. De az összes olyan, ami országos szabályzat szerint kerül megrendezésre, ott már igen. És esélyén, ami lesz, páros arra kell, versenyző igazolvány nem. És belevágni, mindenkinek azt tanácsolom, ne halogassa, minél hamarabb belevág, annál jobb. Ez is egy gyönyörű szép hal. Nagyon szép, Dani! Szóval ne halogassa, minél hamarabb nevezzen be, ne hagyjon ki évet, mert ugye bárhogy kijöhet a lépés, és még az is lehet, hogy valaki oda jut, hogy országos bajnok legyen, vagy ranglista helyezést, olyan helyezést érjen el, ahol viszik majd a világbajnokságra is. Egyedül? Semmi háttér? Így de bátor vagy. Így de bátor vagy. Jó van, hajrá! Szurkolok, hogy megcsinált, hallod? Ugye az IFI Mix tagjai, Debreceni Ádám is, de tegnap kis Ernő és Hegedűs Lóránd is részt vettek ugye a palotavárosi fordulón, az első fordulón, ami nagyon jól ment. Poti bácsi közben megint fáraszt valamit. Jó, hát így mi van? Krisztián 12-es, meg se lehet úgy verni. 3-as sem lehet. Készülgetett, hozzánk beült egy-két versenyre, talán egyre. A keze az nem bírja nagyon a terhelést, igazából egy versenyidőt végig horgászni ezzel a nagy halakkal nem olyan egyszerű. Ezért nála a felkészülés általában néhány órát tartott csak mindig naponta. Ritkán tudott végül 4 napot.
Danit se, Debreceni Ádámot, Simit se fárasztani, sőt Simi most üresbe tekeri ki a pecát. Poti az nem hagyja magát, egy szép kis tükrös, de nem a világbajnok tükrösök közül való, legalábbis így látva. Elment. Nem olyan rossz az sem. 5-6 kiló környéki. Hajrá, hajrá! Megyünk arra Mázli felé, bár most inkább megállok itt valahol az árnyékba, hogy ne zavarjuk össze. Bár nehéz Mázlit megzavarni. Azért ügyes pecás nagyon. Érdekes lesz a vége, az biztos. Mázli mögött az egész mérleges brigád, háttér. És úgy néz ki, hogy jó halat akasztott. Hát az előbb kiszedett egy olyan szerelék csomót távjáról, amiben már kétszer beleakadt. Most pedig megpróbálja végre meghorgászni, hát ha azt tudja csinálni most már, amit szeretne. Ugye itt egy kicsit magasabb a part. Nem a legnagyobb fal, viszont pikkelyes. Azért volt ez ilyen erős, meg is pikkelyes. Szuper. Kátai Zoli feszülött bele valami halba. Ha jól látom, jó messze. Most már innen csak így elküldjük a kamerát. Ütőelek! Így-e. Amennyire tudjunk, így végignézzünk a pályán. Egész odáig tart a pálya. 40 fő, 5 továbbjutó. Kemény pite. No, hajrá, srácok! Én most el fogok köszönni, majd visszajövök a legvégén. De hát már az eredményeket a ranglista oldalon fogjátok tudni követni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen, hogy követtetek minket, köszönjük a rengeteg ajándékot, lájkot, megosztást, mindent. Úgy gondolom, hogy ez egy igencsak izgalmas verseny, és mellette országos bajnokság is. További szép napot mindenkinek, szevasztok srácok! Mit dobálgatsz ma? Saxo, mi újság? Mi a helyzet? Nem sok. Mit adott a rendszer? 13-as van. Tegnap a napkóba. Tegnap elment, mi? Ja. Elmény, de ma egy 3-as. Ja. Az nem olyan rossz. Hát, de az volt a nevetséges, hogy pénteken ott ültünk ugyanúgy a izével, a Zolival. Ő a 12-n, én a 13-n. És ment jól? 50-valahány kiló, szóval és jó fogta egy csomó, szóval olyan 70-80 kiló volt. És mióta jársz ide? Horgászni? Kb. Egy ideje. Na, az mit jelent? Egy év, két év?
Kettő? Két éve. Azt még nem vágtad, hogy ha egyik nap valahol megy, ha másnap már nem megy? Mit csinál? Szóval ez mindig ez van. Mit csinál? Hát semmit, ez van. Olyanokkal voltam körbevéve. Láttam. Mit csináltam? Láttam, de szépen belehúztál. A végére. Azért szépen összeállt a végére. Kár, hogy a végén, igen. No, szevasztok srácok, itt vagyunk megint. Zajlik a mérlegelés Török Bálinton. Uraim, gratulálok. Köszönjük. Köszönjük a részvételt. Doktor úr, hogy sikerült? Hát gyengén. Gyengén. Lida úr? Gyenge közepes. Gyenge közepes, ez nem olyan rossz. Tehát ebben a mezőnyben hallod. No, nézzük akkor. Megy a mérlegelés, zajlik a mérlegelés Török Bálinton. Nagyon-nagyon kiélezett küzdelem volt végig, nagyon erős volt Kátai úr. Hanyasra sikeredett a vége? 4-es. Első 6 fog tovább jutni, ezt megtudtam. Úgyhogy ha 4-es, akkor nem a legjobb. Ha 3-as, akkor talán. Na ugye sok lesz a 4 pontos. Derec Ákos úr, üdvözlet! Mi a helyzet? Hogy ment a mai nap? Fogtam pár halacskát. Mennyit? 90 kiló. Egyes? Akkor 4 pont. Tegnap mennyit fogtál súlyba? 50-et. Ajaj. Ajaj. Akkor ezek a léc. Ezek a léc. Első 6 fog tovább jutni. Tudok róla. Jó, reméljük nem lesz annyi 4 pontos. De lesz amúgy. De lesz. Szóval az gyakorlatilag szerintem 4 ponttal lehet majd tovább jutni. Nem járok poppatilás versenyekre, nem kell nekem elmenni nagyon messze. Te vagy az én emberem, szeretlek. Ennyi. Őszi Gusztáv úr, mi a helyzet? Hogy ment? Gyenge volt. Nem ment, nem adta ki. Azért lesz, jövő héttől nálam már csak 100 méter. Nekem sem megy a 130, azért jövünk le 100-ra. Kemény, kemény gyerekek és nagyon erős mezőny. Szikszai úr, mi újság? Hallom, fogtál valami dögöt? Mekkora volt? Hát még nincs lemérve. Ja, még nincs lemérve. 8-9 kiló. Utolsó fél órára kijött a lábala. Tegnap hogy ment? 7-es. 7-es. Akkor majd rönpecázkodtál. Jó, de azért beladtál mindent? Fáradt. Középmezőny? Meg lesz? 25 felett. 25 felett. Ilyen, tisztes helytállás meg volt. Az a lényeg. Hát még 40 fokos felfelkeztet. Ajaj. Az nem jó. Na nézzük akkor, hogy állunk. Hogy állunk. Mi a helyzet. Pecaguru, Sankes! Üdvözlet, mi újság? Most már bemerek jönni hozzátok. Egy pontot. 3 méter, 12 kiló. Az szép. Meg 24 kiló. 3 méterről? Hát pedig itt nincs hal, csak 130-on. Ennyi. Na mindegy. Hogy más szavai jöjjön ide, bazen. Na ennyi. Barbé úr. Situáció. És ez mire elég? Egy meleg készfogása mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és gratulálunk. Tegnap hanyast horgáztál? Hanyast? Hatos. Tegnap is egy szektorban voltatok? Jó. Tóth Sanyi előtt mérlegelnek. Irázi úr. Ugye több helyről folyik a mérlegelés, majd a végén fog felkerülni az összes eredmény. Sanyi bácsi? Hármas. Tegnap hogy ment? Négy. Oh. Hát akkor egy erős középmezőny, gratulálok. Holnap a kettős lesz. Igen? Ja, ha mondjuk három forduló lenne biztos. Irázi Ádám úr, de megyünk akkor egy kicsit vissza, megkérdezik itt, hát itt mi újság. Most végén a Sanyi feljött nagyon, de utolsó 5 percben eltekerte, úgyhogy azon azzal megvan a kettő. Kettő.
Jó van, tehát akkor Somogyi elvitte? Igen. Mire Somogyi elvitte? 4 pont, nekünk 4 pont. Ajjajaj, sokan 4 pontos. Sokan 4 pontos. Súlyok fognak dönteni. Igen. Berec is egy 4-es csinált, összvisz. Igen, tudom. Levi, gratulálok. Szép pece volt. Jó van. Kemény. Kemény volt. Nagyon kemény volt. 5 pont a menükben csak. 90 körül. 90-et fogott most. Azt mondja, 90 körül. 5 ponttal már is bent senki. Valószínűleg nem. Az első 6 fog tovább jutni. Ha 5 ponttal valaki bejut, akkor az valami jó óriási nagymát lesz. Nem, biztos, szerintem nem, se. Berec, Levi, Somogyi, 4 pontosok, fix. Már alapból. Mázli 1-es csinált. Azért meg tegnap egy 3 pont, Lártó 1, 2 1-es, így van. Akkor az meg is van. Akkor az már meg is van, ne is menjél tovább. De még 5 van még. 5? Még egy valaki. Még hát, talán a Celnik, Dani. Az 1-es. Talán. Igen. Nagyon kemény. Fú, gyerekek, óriási buli volt ma, az biztos. Nagyon nehéz volt. A mai nap nagy vesztese, sajnos Lusóczki Béla. Tegnap tó egyet horgáztál, nagyon jó volt Béla. Gratulálok neked a tegnapihoz is, meg ahhoz is, hogy itt voltál. Már láttam, volt itt összeakadás is, minden. Szóval nem volt egyszerű a képlet, az biztos. Ha amit lehetett. Valakinek többet számít a becsületben, mint a vízére. Na, haladjunk, haladjunk. Gulyású, mi a helyzet? Mit sikerült? Hát igen, nem láttalak. Nem láttalak, igen. Jó van. Kemény. De rohadt nagy halak voltak ma megint. Sikerült valami dögöt fogjál legalább? 8-asat. Na, nem olyan csúnya. Barninak hogy ment? Na, még nem tudom. Még nem tudod. Te azt tudom. Azt tudom. Aha. Tehát jó felén is ült, ezt legyen. Igen, igen. Nem tudod még. Hát az majd ki, de ott fel fog kerülni a mérlegelés, mire itt fölkerül. Úgyhogy látni fogjuk. Somogyi úr! 4 pont, ennyi. Nem fekszünk bele. Szép volt. Bármi lehet, így van. Tehát azért megvan. Megvan a rendszerbe. Hát, ezt tudod milyen. Így van. Azt tudnak lemérni, ami a szágban van. Karcsi. Tavaly itt ültem lábbal a tisztam végig. Szevasz. Fiatal bajnok. Mi a helyzet? Jött valami szép hal? Na. Az szép. Hadd gratuláljak neked, nézd csak. Nem kell még kivegyed, nem én mérlegelek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Sok siker! No, kérem szépen! Itt vannak az érdekes dolgok, ugye Celnik Dani, Slátó Boti, Szakács Boti, kis családja, részszírű, ugye? Szevasz Boti! Gratulálatos, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Na, a 2-1 pontos! Szevasz, gratulálok! 2-1 pont, ez így kereszt, de hogy nem, nagyon úgy néz ki, hogy megvan. Somogyi mennyit fogott kilóra? 105 kilóra. Akkor még ő is lehet dolgos. Na, már érdekes lesz. Érdekes lesz. Már itt tartom, érdekelés. Zsótér úr, milyen helyzet? Nem jött össze. Hát jövőre lehet próbálkozni újra. Ennyi. Halak nőnek egyfolytában. Sikerült azért fogni valami szépet? Hát inkább tegnap. Tegnap. Aha. Annyira csináltad tegnap? Hármast. És ma? Szerintem 9 vagy 10. Ó, az kell. Boti nagyon vizébe bedobált. Itt vannak a legjobb mérlegesek, kérem szépen. Szépen a Csipes Ádám úr! Hey, szevasz apám, mi újság van? Szia! Minden oké? Okay? Minden oké. Okay. Hogy majd ment? Élménypeca volt. Élménypeca volt. Tegyen voltak szép halak? Nagyon szép. Na, hál' Istennek. Csak az utolsó órát elrontottuk ismét. Aha, aha. Későn váltottam be. Leragadtam annál a távolságnál.
ami éppen eddig adta a halat 2 óráig. Sajnos később váltottam be, de nagyon szomorú perce volt a tegnapi az kérdés. Na, hál' Istennek, örülünk neki. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és jövőre újra lehet majd próbálkozni. Mindenképpen. Jó van. Sok sikert. Köszönöm szépen. Menjünk tovább, érdeklődjük meg, hogy mi újság van nem erre. Hello! Szevasz, apa! Mi újság? Atya! Atya, sikerült valami szépet fogni? Szépet sikerült, csak keveset. Keveset, ugye? Én is szinte eszek, én délben a szembeszélben. Bepingpongsoltam, azt nem bírtam eldobni a 120-t. Igen. 120 kellett, basszus. Hát, nekem sem megy, az a baj. Dani! Hey, Jean Renault! Szevasztok! Mi újság van, srácok? Jót mentem. Nem jót szektor mentél? 1, de szerintem nem lesz. Hanyos. Hát nem tudom, hogy fönn mennyit fogdostuk, ahogy számoltuk, Daninál többet fogtam, és ez már nagy szó. Komolyan? Komolyan. Hármas csinálta? Hát nem tudjuk, hogy... Hát ha többet fogtál, akkor te már csak hármas. Hát nem baj az, jó az is, örülünk annak is. A látóboti viszi. Mennyit jó, fogod? Hát ez egy dolog. Hát ő egyes a szektorban, az biztos, fogod? Nem tudom. Te mennyit fogtál? Biztos, te mennyit fogtál? Hát, ahogy számoltuk, 85 körül. Érted, szóval, hogyha Dani, ha Daninak bekavartál, akkor Daninak ugrott a izé. Akkor majd együtt megyünk a visszamondók helyére. Jövő héttől fed a versenyek, várunk szeretettel. Jó van, kemény. Én egy kettest azért belőttem neked. Hát én is belőttem, csak a halat nem lőtték be, mert az nagyon sok elment. Azt láttuk, vagy innen azt láttam, hogy elszorra néztem, mindig húztam. De én is. Ilyeneket. Azt láttam, igen, kicsiket. Igen. Nem tudtam. Meg kell menni egy olyan, hát az mindenkinek ment, egy 35-40 kiló biztos. Azért, valaki azt mondja, hogy ilyet pecázok az a két nap alatt, azonnal azt mondom, a 35-40 kiló, akkor csak ilyen átlag 5 kilóval számolok. Te még akkor be tudsz havalni egy pár embernek, úgy érzem a ketteseddel, hogyha esetleg úgy jön össze. A kettes meg... Tegnap hanyas orgáztál? 4-es. Az első 6 fog tovább jutni amúgy, de szerintem 4 pont a plafon. Szerintem is. Hát, akkor ez van. Tavaly még azt hiszem egy 5-ös becsúszott. Tavaly. Lettek idén már nem lesz. Meg az is hát az lehet, persze, mert ez nem valahova. Hát ha odaérünk a ketten, akkor megyünk. Ennyi. Ha meg nem, akkor... Hanem más akkor nem, jövünk ide. Más nem várunk titeket. Szeretettel, maconkán jöhettek hátterezni. Jöjjön mindenki. Igen? Jó van, urak. Gyertek át, milyen jó lesz. Jó, akkor jó van, tehát itt már a vége. Azért elmegyünk még Bozsikurig. Uram, nem jött be? Egy pontot tudtam. Abból, amit mondtam, vagy? Itt nagyon el volt aprózódva, itt már vége, nagyon. Bozsi Gábor úr! Szép napot, üdvözlet! Na mi újság? Hogy sikerült? Elég jól sikerült a lábi. Igen? Ma megint? Ne idegesíts fel, ma megint? 57 valamennyit fogtam szerintem. Láb alatt? Ma is? 9 kilósokat fogtam. Ma is? Igen. Tegnap is, ma is? 2-t vagy 3-as fogtam bentre, és be is fogtam. És megmondom neked őszintén, hogy ezen a pávon 4,5-5 méteren fogtam őket. Azt a mindenit! Elment, és én nagyon kurva jól éreztem az emberem. Világbajnok volt, és itt nem látok, hogy 100 lesz kimagyar. Ezt megcáfolom most. Gyerekek, hallottátok ezt? Láb alatt jön a hal. Mindenki előtt. Azt mondom, hogy kérdezik, azt mondja, azt mondja, azt nem hiszi el. Gratulálok, és köszönjük, hogy itt voltál, szép volt. Köszönöm szépen. Na, megyünk visszafelé, srácok. Hallottátok ezt? Láb alatt a hal. És dögök. Szóval ez a komoly. Na mindegy, van ilyen. Menjünk vissza, lássuk, hogy ki hogyan értékelte a versenyt. Hát Hankó Zoli, hogyha kettest horgászott, akkor keresztbe ver szegény Daninak, de hát ez van. Pecában nincs barátság, ugye, ahogy mondják. Látóboti valószínűleg elvitte a szektort, és akkor Hankó jött kettőre, esetleg a Dani egy hármasra, de akkor már onnantól 5 pont, úgyhogy annak már úgy lőttek. Az az 5 pont már sok lesz. Nagyon kicsi az esély arra, hogy ne így jöjjön össze.
Szóval a láb alatt is van hal. Bozsik Gavi két nap alatt rácáfolta arra, hogy itt nincsen hal, csak bent. Láb alatt. Na mindegy. Mérlegelés zajlik éppen botinál. Ugye itt a nagy kíváncsiság mindenki részéről, hogy mennyi lesz a hal. Közben jövök, megskubizom gyorsan ezt a szektorlapot. Jönnek itt a jó tippek. 10400. Szép volt. Következő verseny is részt vehetsz, ha lejövett a papír. Boti? Az az összhal, ami ott van? Na megint az LB. 107-108. Ja. Na ugye az úgy karcsú, amit ott... Ez ma másik lap? Nem, hogy már karcsú legyen. Ez ma másik lap, vagy mi? Papír lap. Azért mondom. Melyik végén? Nem, mert már kettő papír lap. Na, jó van, menjünk vissza akkor. Nézzük meg arra, hogy zajlik a mérlegelés. Nagyon jó meccs volt, az biztos. Most már úgy nagyjából kiszámoltuk magunknak, hogy van néhány továbbjutónk. Innen is. Az első hat neve majd, hogy nem körvonalazódik. Ugye Látó Boti, Pető Roli, Somogyi, Celnik nem? Hármas? Hármas. Hankó el. Kemény. Igen, úgyhogy ott valaki, ott változik, ott valakinek a neve, még nem tudjuk, hogy ki, meg hogyan. Mert ugye Hankó viszont tegnap sokat horgászott, úgyhogy az ott túl ugrik. Valamelyik négy pontos, nem tudjuk még, hogy ki lesz az. Tehát ott még azért lesz egy kis matek. Ternák Tomikánál szerintem nem jött össze. Hú, nagyon kemény. Tényleg nem tudjuk, hogy mi újság. Celnik nem jutott be. 5 pontos. Azt se tudom. Valószínűleg ő sem. Valószínűleg ő sem. Szerintem 4-esnél többet horgászott. De a Celnik meg 3-ast horgászott, tehát ő is 5 pontos lett. Úgyhogy érdekes. Alakulgat, ugye? Hogy más lesz a sztori? Itt már megy a gyakorlás, kérem szépen. Csak jelzem, hogy június 2-án női verseny. Igen. Itt is folyik a mérlegelés. Náspár Tomi. Szikszai. Hol van? Gyerekek, micsoda időt fogtunk ki. Első selejtezőre mi? Azért mondom, gyönyörű időt fogtunk ki, nagyon szépet. Az utolsó szektorban Celnik Danit kipicsázta Hankó. Igen. Nagyon úgy néz ki. Valószínűleg 3-as forgászott. Mi szerencsére megúsztuk és nem húztunk össze a Máznival. Igen, mondjuk ez nagy szerencsétek volt. Szóval... Még az nagy szerencsétek volt, mert különben Mázli nem jutott volna be. Igen.
Miért? Hát nem? Hát biztos, hogy így lett volna, érted? A mázli nem jut be. Ti ahányszor egy szektorban vagytok, te neked azért valahogy valahogy. Nem tudom miért, de jobban megy. Ennyi. Jó van. Jó a hangulat, nagyon szuper minden. De most egy kicsit borul a bili, mert nem lehet tudni, hogy ki hogy jutott be, meg hogyan, meg mint, meg merre. Kicsit változnak a számok. Kátai úr. Szép jó. Mi a helyzet? Sajnos nem. Szerintem szektorod és így 6 ponttal. Az első 6 jut tovább, hát úgy valószínűleg nem. 6 ponttal nem. Igen. Igen. Kemény. Igaz, tegnap nagyon jó torgázta. Fú, gyerekek, nagyon parádé volt, az biztos. Nagyon parádé volt. Megvan már azért az egyes? Megám. Megám, mi? Mennyit fogott a buzi? 81. Bocsánat. 81-et? 81-et. Fogott a meleg. 81-et, az szét. Az nem rossz. Tomi, hanyas lett? Ternák. Ő elvérzett. Az mit jelent? 6-os? 5-ös? 5-ös vagy 6-os. 5-ös vagy 6-os. Nem tudod akkor. Jó van. Kupainál egy 2-es. Ő is keresztbe vert itt valakinek, az biztos. Te is, igen. Nem baj az, így kell ezt, tehát ez verseny. Így kell ezt. Voltak itt jó keresztbe, csip-csap. Dildur-dimbum. Hú, gyerekek. Kömény a pite. És vége van. De vége van, most már az eredményeket majd a Mohosz ranglista oldalán találjátok meg. Ott lesznek fönt, a palotavárosi mérlegelés gondolom már elindult, és onnan már azért jönnek eredmények. Itt néhányan most már boldogok lehetnek, mert középdöntősök lettek. Úgyhogy ennyit a mai versenyről. Köszönjük, hogy itt voltatok. Gratulálunk nektek. És köszönjük a rengeteg ajándékot, azt itt szurkoltatok a srácoknak. Tényleg jó buli volt ez a mai. Találkozunk jövő héten. Páros családi, vagy mi az? Nem, páros 100 méteres buli lesz jövő héten. Meg egy minikeszeges, aztán megyünk Dunakeszire felkészülni. Úgyhogy ennyi. Na, szevasztok srácok, köszi! Játszottatok, voltak kisebb zökkenők, de azt gondolom, hogy a végén mindenki megértette, hogy a szabály a szabály. Voltak összeakadt halak, voltak kevésbé, volt, aki könnyebben, jobban megértette a szabályokat. Szerencsére jegyzőkönyvben semmi csinálról nem kellett fölülni. Talán ez volt a legzökkenő, nem vagy a forduló. A mérlegelés is rendben ment, én úgy láttam. Nem kellett a mai napon már végre javítani ennek. Én nagyon örülök. Mérlegelők is kitettek magukért, olyan fejlődésben vagyunk, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Nagyon szépen fogtatok, de szerintem ezt majd Zsófi elmondod. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, illetve régóta itt vagytok velünk és segítitek a munkánkat. Valóban egy apróska probléma volt, összeakadt hal, ez mindig előfordulhat, ez nem is horgászhiba. De fontos kihangsúlyozni, hogy ez a verseny végkimenetében, illetve a dobogós helyek sorsában ugye nem játszott szerepet. Éppen ezért nagyon-nagyon nyugodtak vagyunk. A tó az mindig más és más arcát mutatja, ugye voltak itt favorit helyek a sorsolás pillanatában, sokan úgy gondoltátok, hogy na, sikerült, illetve valaki azt mondta, hogy már is elvéreztem, de ugye ez a pálya ez mindig más és más, nem lehet tudni a sorsolás után, hogy mire lehet számítani. Szeretném, hogyha megköszönnénk a mérlegelőknek név szerint a segítségüket, illetve Tomi, örülök, hogy itt vagy velünk, ugye most már második alkalommal, egy olyan vezető vagy itt mellettünk, aki horgászni is tud, és ez szerintem egy nagyon lényeges dolog, hogy valaki nem csak az íróasztal mellől segíti a munkánkat. Köszönöm neked. Nagyon fontos annak idején, pont azért lettem kiválasztva, de tényleg egy szuper verseny volt. Nehezedett a pálya, én azt láttam a kötelező edzésen, meg előtte szerdán, amikor ki voltam pályát tűzni, hogy nagyon szépen fogtatok. Visszaesett, hát nyilván a verseny nyomán többik pályosa viseli jól, azt gondolom ennek ellenére Török Bálint megint nagyon jól teljesített, ugye 1800, sőt 1 tonna, majdnem 1,9 tonna volt a mai fogás, ami szerintem nagyon szuper. Tegnap nagyjából 1750 kiló, és a szektorok között nem volt akkora különbség, mint amit gondoltunk, tehát nagyjából ilyen 50-80-100 kilós különbség volt a szektorok között, mondhatjuk, hogy kiegyenlített volt a pálya. Jó,
Én el is kezdeném az eredményhirdetést, nem nagyon húznám az időt. Nem olvasom fel az összes nevet, a tizedik helytől azért megyünk. Tizedik lett Frankó Zoltán István, 7 ponttal, 143-ponttal. Kilencedik Ternák Tamás, 6 ponttal, 144-ponttal. Zelnék Dániel lett a 8., szintén 6 ponttal, jobbfogott súlya, 148-ponttal. Kátai Zoltán Zsolt a 7., ő már 5 pontos, 109.470-ponttal. Ezt már kicsit hangosabban mondom, 6. lett Látó Tibor, szintén 5 ponttal, 143.700-ponttal. A pontfogó szakákban is jeleskedő és várhatóan a VB-n is horgászó Nikola Levente, 4 ponttal, 127.900-ponttal. 4. Berec Ákos, szintén 4 pontos, 138.000-ponttal. Következnek a dobogósok. Somogyi Dávid a 3., 4 ponttal 162.000-ben. Aztán itt már változik a pont is. 3 ponttal 2., Pető Roland 159.000. Első helyezett gyakorlatilag tökéletes teljesítménynek 2 ponttal 199.550 fogott súlyjal, és a hétvége legnagyobb fogását paprodukált a 108 kilót, Látó Botond. És akkor megkérem a dobogósokat majd szóltál, hogy egy fotóra két fotót is fogok csinálni, meg majd egy beszélgetésen megszól egyet. Nősz fotó? Nősz? Be sincs kapcsolva a telefon. Ó, szerencsétlen. Tökéletes. Örültök? Ezt is ki kell tartani. Ezt is ki kell tartani, mint a halat. Most jön a verseny két veletek. Jó, és a telefonnal is fogok egy pár képet csinálni. Meg még jön a tévé, csak egy fél óra. Addig így állj. Úgy tartsátok. Lehet gratulálni. Gratulálok, papa, szép volt. Gratulálok. Gratulálok, Dávid. Ez a legszebb pillanat. Köszönjük szépen! Szép volt, srácok! Gratulálunk mi is!